szeretettel köszöntök mindenkit, Szili Nóra vagyok. Most egy kicsit családiasabb körben vagyunk, nyilván az ünnepek sokakat elfárasztottak, de muszáj volt, még úgy gondoltuk, hogy az új év indulása előtt jöjjön egy én sztorim, illetve Salgó Tatjániak történetei. Olyanoké, akik inspirációt jelenthetnek, hogyha meghallgatjuk őket, olyanoké, akiknek közük van a városhoz, és kíváncsi vagyok rá mindig, hogy mit is kaptak itt, milyen gyökerekkel rendelkeznek, aztán persze, hogy hova tart tovább az útjuk. Az első vendégem, aki egyébként háromszor lett az év mainstream DJ-je, Új Viktor, vagyis Nyovik. Fogadjuk őt szeretettel. Jobb lenne, ha itt lennének a kütyűid, az neked otthonosabb, mint szavakba foglalni? Igen, így a kamerák között picit mindig más, mint amikor én csak a mikrofonommal, meg a lejátszóimmal mondjuk a közönség felé kommunikálok, úgyhogy egy picit zavarba is vagyok, de örülök, hogy nyugodtan üvölts nekik, hogy mozogjanak. Nem látom a kezeket. Föl a kezeket. Mi volt a legnagyobb rendezvény egyébként, a legtöbb ember előtti rendezvény az életedben? Én azt gondolom, hogy a 3 évvel ezelőtti balatoni rendezvény, ahol egy nyár, minden nyáron... Soundon? Igen, a Sound és ugye a Villa Balaton, amik ezek ilyen 8-10 ezer fők, ahol azért elég sokan ott vannak együtt. És te bírod a tömeget? Hát én fent vagyok a színpadon. Ugye? Mert én is ott bírom, ha ott vannak sokan, az kedves nekem. De ott lent lenni, ugye, hogy ez egy... Tehát arra voltam csak kíváncsi, hogy azt szokták hinni, hogy azok az emberek, akik színpadon állnak, azok nagyon nyitottak, nagyon társaságkedvelőek, nagyon extrovertáltak. És ilyen tekintetben te milyen pasi vagy? Én közönségcentrikus vagyok, tehát én annó vendéglátóztam, és nekem az emberekkel való kommunikáció, illetve az, hogy foglalkozni kell velük, vagy a kívánságukat mondjuk így teljesíteni, az nekem egy, hogy is mondjam, egy természetes dolog. Ebből kifolyólag, hogy ez volt a felszolgálóként végeztem az iskolában, és ebből kifolyólag így is próbálom ezt a munkám, mostani munkámba, a diszkózásba ezt fordítani. Figyelem a közönséget első körben, és próbálom a bulit is természetesen olyan ívben hullámoztatni vagy vinni, hogy ahogy látom, hogy szükségük van egy picit bepörgetni, vagy egy picit, ha elfáradtak, akkor lejjebb vinni ezt az ívet, és utána pedig megint föl is lehúzni őket. Van egy ilyen kis hullám ennek, ami nagyon jót tesz egyébként sokszor a bulinak, mert hogyha csak, mit tudom én, 4 órán keresztül próbálnánk csak széttépni őket, akkor nagyon elfáradnak. És ilyenkor viszont, mikor tényleg így föl van építve, mondjuk este 10-től egy buli reggel 5-ig, ha bírja a csapat. És ha bírod te? Hát, neked én azért, bírni kell? Volt egy olyan fázis, amikor úgymond rezidens DJ voltam, ez azt jelenti, hogy van egy adott klub, ez Győrben volt az első ilyen komolyabb, és ott ugye én vagyok a zenei felelős az estének. Az azt jelenti, hogy este 9-től 10-től, ahogy a klub kinyitott, reggelig, 4-5-ig, ameddig ott voltak a vendégek, hosszú, igen, fárasztó. Nekem kellett zeneileg fölépíteni az estét. Voltak olyan estik, amiben voltak természetesen vendégfellépők, amikor én mondjuk pihenhettem, de ez azt jelentette, hogy az ő repertoárja alá kellett nekem zeneileg dolgozni, ami természetesen odafigyeléssel, nem azzal, hogy én már elsütöm azokat a zenéket, amik mondjuk az ő repertoárjából, vagy az ő zenei palettájából meghatározóak, tehát rájellemzőek. És ebből kifolyólag azért azt gondolom, hogy ez egy kicsit azért elgondolkodható dolog is, hogy egy ilyen feladatot hogyan tud megoldani az ember. Tehát nem szabad felülívelni, nem is kell megpróbálni, be kell illeszkedni abba a sávba, és ez úgymond egy ilyen rezidens DJ feladata. Viszont van egy olyan másik úgymond verziója is, amikor maga a DJ vendégfellépő, most már én is vendégfellépő. Ja, ez egy következő lépcső. Így van, ez ugye nyilván sok mindennek köszönhető annak, hogy mondjuk hogyan lett ismert, vagy népszerűbb, vagy esetleg, vagy egy saját zene által közismertebb a diszkó, vagy szórakozni járók körében. És ugye ezek után felfigyelnek egyrészt a rajongók, és a szervezők, és a klubtulajdonosok is, és ugye elhívogatják ezeket a... Hát ennek a fokozatairól, lépéseiről beszélünk, de azért menjünk most Karancságra, hiszen te ott cseperedtél, és ugye itt van veled a kisfiad 4-5 éves körül, és azon gondolkoztam, hogy vajon a Viktor, amikor ennyi idős volt, mint az ő kisfia, milyen kiskölyökkel futottam volna ott össze az utcán? Egy ilyen átokfajzat rosszasággal, vagy ezt nem áruljuk el a gyerek előtt? Le, egész nyugodtan. Én azt gondolom egyébként, hogy hasonló lehettem, mint most ő.
nagyon-nagyon sok energia van benne. Én azt gondolom, hogy nekem is ilyesmi lehetett a gyerekkorom, vagyis amire már emlékszem. Nagyon-nagyon-nagyon élveztem ott lakni. Tehát a Karancság ez egy nagyon apró falucska, 1200 fővel, talán most, hogyha vannak most körülbelül ezeren azóta. Most is onnan jöttünk egyébként ide be, nagymamát látogattuk meg, és azt, amit ott átélhettem, vagy ott, ami ott történt, én azt gondolom, hogyha most visszatekintnék, hogy most mi történt volna, valószínűleg egy vajaskenyérrel egy kis srác, aki szaladt volna az utcán. Egy ilyen hasonló életet éltünk mi akkor meg, hogy tényleg egy ilyen nem számított az, hogy milyen ruhában, vagy milyen cipőben, vagy milyen biciklivel mentünk egymással játszani. Nem voltak ekkora úgymond különbségek. Igen, én azt most nagyon érzem az embereken, hogy kicsit külön választja a kevésbé tehetősebbek, máshová járnak szórakozni, nyilván más kultúrának nem is nevezném, inkább szórakozási formákat fognak. Tehát nálunk ez, vagy abban az időben, de ezt szerintem általánosságban is lehet mondani, hogy abban az időben szerintem ez annyira nem volt. Hát ennyire. A 70-es években még nem voltak ekkora. Igen, 81-ben születtem én, és ugye... De akkor ott a 80-as években ez a kisrác, ez milyen zenét hallgatott? Tehát akkor még csak Petőfi Rádió volt, nem? Akkor én még nagyon semmiet, én általános iskolába kezdtem el ezeket a dolgokat. De otthon szólt zene? Még van a családban lehet. Valaki, akit érdekelt a zene? Ahonnan jött az a véna, hogy te egyszer csak így... Tudtommal nincs, és ez egy nagyon érdekes dolog. Gondoltam, hogy ez esetleg szóba fog kerülni, ez a kérdés konkrétan, hogy volt-e valaki. Nem volt, és az amikor bennem elindult ez a zene szeretet, vagy a maga, már mondhatni majdnem diszkózás, mert ugye ez tényleg azt lehet mondani, hogy az iskola rádió volt az, ami nekem az első ilyen találkozás volt a zenével. Volt egy fizika tanárom, Boldizsár tanár úr, és ő volt az, aki egy iskola rádiót ott az általános iskolában Karancságon elindított. Hát az akkoriban, főleg egy ilyen nagyon vidéki kis faluban, ez egy nagyon nagy csoda volt, és tök jó dolog volt. És milyen szerkentjük volt akkor? Egy darab erősítünk volt, és egy darab magnókazettás lejátszunk, ami az erősítő még ráadásul azt hiszem, hogy egy ilyen kézzel készített valami volt, úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon szuper dolog volt. A kis tipikus iskolai Tesla hangfalakon fönn, ami majdnem mindegyik iskolában ott volt. És hát ugye ott akkor az volt, hogy volt egy beköszönő zenénk, egy pár másodpercig azzal indítottuk a rádió, ugye a szünetekben a rádió adást, és akkor utána két-három zenét belefért ugye a szünetekbe, és azt hiszem, hogy valamiféle kommunikációs volt, tehát mindig aktuális információ, vagy valami történés, ami volt. Bemondott, hogy a büfében nem én, az még nem én voltam, én csak a technikus voltam akkor még. Ja. Tehát a technikusnak az volt a feladat, hogy elindította a zenét, felhangosította a következő zene, és akkor ilyen, így van. De már az akkor is egy óriási feladat, vagy egy óriási dolog volt, inkább azt mondom. Tehát egy nagyon nagy élmény volt, egyrészt ott benne lenni, aztán egyébként ez a suli rádiós dolog az a középiskolában is követett, tehát ott még velem volt. Közben én már akkor viszont elkezdtem gyűjtögetni a zenéket. Tehát akkor már annyira megérintett, meg ugye ez az iskolában azt hiszem, hogy negyedik vagy hatodik osztálytól volt, igen, ahol ezt már, tehát ahol csinálhattam. És utána a középiskolában az már úgy bennem volt, hogy én általánosban suli rádiós voltam, de akkor evidens volt, hogy akkor... Tehát nekem nem azt már mondtam, múltam van, persze, kérem. Tehát ott már meg volt a referencia. És ott csinálhattam tovább, és akkor már elkezdtem viszont komolyabban gyűjtögetni a zenéket. De mit, Bétót Lászlót hallgattál? Igen, ilyen is mik voltak. Tehát akkor ezek voltak körülbelül. Tudom, én a Szalagos Magnóra rögzítetted? Abszolút. Milyen magnód volt? Akkor egy Lasonic márkájú, lengyel gyártmányú, két kazettás, két világi villogó hangfalas. Hát azt király, azok mentél vele a válladon az utcán? Hát nem nagyon bírta az eleme, úgyhogy nem igazán. De egyébként igen, tehát egy ilyen akkori lehetőségekhez képest dologgal vettük fel kazettákra, rádióműsorokból, kívánságműsorból, mindenhonnan, ahol csak lehetett, és akkor köszöntött be talán pár évvel később a CD-lemez. És miket hallgattál? Mindenevő voltál? Én nem nagyon ismerek DJ-ket, ugye ismerek klasszikus zenészeket, már abban az értelemben, hogy kimegy egy hangszerrel, aztán csinálod valamit, és ilyen ámulva nézem azt, amit ti varázsoltok egy fesztiválon, most nyilván ráthangolódván és egy csomó mindent megnéztem, de hogy ez az egész fejlődés történet hogy van? Hogy a hangszerrel bíbelődni, te tanultál hangszeren? Nem, én nem tanultam zenét, én hangszeren nem tanultam játszani.
Én, kottát tudsz olvasni? Nem, én nekem valamennyire jó fülem van, én inkább azt mondom. Tehát mi készítünk, de már úgymond szoftverekkel és egyéb más szintetizátorral saját házi stúdiónkban zenét egy társammal, és, vagyis többel is már, de én nem mondanám magam zenésznek. Én inkább az vagyok, aki ott vagyok, és hallom a harmóniákat, hallom azt, hogy egy picit ebbe rá kéne dolgozni, vagy egy picit több hangszert kéne beletenni, ugye ezeket mind szoftveresen, vagy tényleg egy szintetizátor segítségével. De akkor ez egy érzék, egy tehetség? Igen, ez valahol bent van. Ami benned van, nem az a fajta agyontanultság, hogy a zeneiskolában nem tudom én, micsoda. Észrevették egyébként otthon, hogy ennek a gyereknek van ehhez gógyia? Nem igazán, lehet, hogy csúnyán fogom fogalmazni, nem igazán foglalkoztak vele. Én ezzel úgy el voltam magamban, mint hobbi, mert tényleg ez egy olyan hobbi volt, hogy ha tehettem, minden lehetőségemet a hangfalakra, vagy CD-kre, vagy kazettákra költöttem, és ez ugye akkoriban, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül úgy mentem el naponta iskolába, mint mindenki más szerintem, hogy volt 50 forintunk, tehát hogy ebből vettünk egy zsömlét, vagy egy szendvicset a suliba, és hát ebből nyilván nem lehetett azért annyit félretenni, hogy ez így legyen, tehát volt úgy, hogy haveroknak nekem adta, nagyon örültünk, és akkor cserélgettünk, mert ugye nagy divat volt akkor, hogy cserélgettünk, én nem volt ebben nagy érzékem, hozzáteszem, mert volt egy villanyvasutam, amit egy Bicskájra elcseréltem, úgyhogy nem voltam egy túl jó. Egy villanyvasutat? Igen, vissza is küldöttem. Nem lennék a szüleid helyébe. Vissza is küldöttem, nem jelent, hogy ezt azonnal intézzem ezt a dolgot. Szóval tényleg így ez egy teljesen más világ volt. Nem is nagyon volt annyi lehetőség, és ennek köszönhetően, illetve annak köszönhetően is, hogy azért meg kell valljam, hogy tehát nem voltunk itt nagyon tehetős család, most sem mondanám annak a családunkat, viszont nekem egy nagyon jó lehetőségem adódott akkor, és én külföldön építkedtem először meg a jövő úgymond alappilléreit. Mármint, hogy akkor most megint előre szaladtunk, ugye 14 évig. Vissza akarom csatolni, vissza akarom csatolni, tehát a zenéhez. Ezáltal ugye volt ez a középiskolás részig a zenével való kontakt, és a munkámnak köszönhetően, illetve az iskola utáni időszaknak köszönhetően azért nem tudtam foglalkozni a zenével, mert nem volt lehetőségem, ahhoz nem voltam itthon, én is elkezdtem dolgozni. Tehát a zenével... Méghozzá külföldön. Így van. A zenével én csak később tudtam el foglalkoztam, tehát gyűjtögettem, hallgattam, szedegettem össze, stb. De mint DJ, az jóval később kezdődött el. Tehát ez... Tehát gyakorlatilag te 17-18 évesen fogtad a hátizsákot, vagy a hambasült pogácsát, és világgá mentél? Így van, konkrétan 19 voltam, mikor még márka volt, német márka, és 500 német márkával indultam neki a nagyvilágon, meg két táskával. Úgyhogy így hajrá előre. Igen, tehát ez egy ilyen, tehát nagyon nagy feladat volt, nagyon nagy kihívás is volt, amit ezt, ha őszinte akarok lenni, akkor egy picit sírva is, de ott voltam és végigcsináltam. Tehát ezt úgy 19 évesen, vagy egy mostani 19 éves, hogyha mondjuk fogja magát, és nincs internet, nincsen okostelefon, nincsen semmi, amivel kommunikáljon, vagy tájékozódjon. Ugye nyilván valamennyire középiskolában, általános iskolában én német nyelvet tanultam, és én nagyon szerettem a német nyelvet tanulni, és nem mondom, hogy nagyon jól beszéltem, de valamennyire beszéltem, és amikor ennek neki mertem, vagy neki tudtam indulni, akkor ez tényleg egy ilyen vagy-vagy volt, tehát vagy összejön, vagy nem. És ahogy megérkeztem, Stuttgart környéken volt az első ilyen állomás, hát ott azért kicsit megszeppentem. Tehát azért ez nem egy könnyű feladat volt akkor, 12 óra vonatozás után kiszálltam Stuttgart főpályaudvarán, és így, most akkor már csak a méretek. Igen. Is. Tehát ez egy egész dimenzióváltás volt. Meg az is, meg azért azt sem lehet mondani, hogy nekem megszokott lett volna, mint ahogy mostanra megszokott, mondjuk egy Pesten átmegyek. És tudom, hogy tényleg, hogy mi hol van nagyjából. Élni. Igen, tehát hogy merre induljak. Azért egy 19 éves gyerek azért egy külföldi nagyvárosban azért lehet, hogy bepánikol. Tehát én is bepánikoltam először, hogy hú, most akkor merre, de annyira azért volt bennem még természetesen, tehát úgymond német nyelvtudás is, illetve erő, hogy akkor, na most akkor merre kell elindulni, megmagyarázták, elmagyarázták, nagyon-nagyon rendesen, nagyon kedvesek voltak, és hogy odaértem, ők mondták, hogy akkor most nagy út van utánam, pihenjek le, holnap akkor találkozunk, és akkor így ez egy ilyen nagyon érdekes történet volt, mert ahogy mondtam is, nem beszéltem még jól németül, valamennyire beszéltem, de hát ugye ott azért elég komoly dialektust használnak. Vagyis ott nagyon durván svéb is van. Ez ugye azt jelenti, mintha én most itt Magyarországon egy szegedivel próbálnék, vagy akár
mondhatni palóccal is budapestiként, de nehéz volt megérteni első körben őket. Nagyon próbáltak odafigyelni rám, ahogy észrevették, hogy nekem még azért nem megy úgy a nyelv. Attól függetlenül mondták, hogy semmi gond nincsen, egy pár hétig vagy pár napig nézzük meg, hogy fog tudni működni a munka, és azt látták, hogy tudok dolgozni. Tehát itt ez a Széchény, tehát a Széchenyben, ahol elkezdtem dolgozni, ott azért tényleg már... Mert ott a középiskola után... A középiskola után közvetlen Széchenyben dolgoztam egy pizzériában. Ott tanultál meg dolgozni egy így pizzériában, van, és azon a munkatudással vagy morállal mentél ki Németországba. Igen, inkább a munkamorál volt az, ami megtetszett, szimpatikus volt nekik is, mert ugye... De és ott is meg kellett csinálni a fekete mosogatótól eljutni a pincérségig? Én felszolgálóként végeztem. Tehát elkezdtem ugye az iskolában mint szakács, aztán úgy gondoltam, hogy az mégsem lesz az én kedvencem, és akkor viszont a sulin belül én akkor választottam még a pincér szakmát, felszolgáló szakmát, és akkor ez viszont nagyon tetszett. Ez így, meg jól is állt, ezt most így nagy képűség nélkül, de úgy gondoltam, hogy jó felszolgáló voltam, és többen is mondták, hogy hogyha még itthon dolgoztam, hogyha van lehetőséged, menj ki, és tényleg próbáld meg. Nagyon sok mindent lehetett tanulni. Nyilván anyagilag is megérte, tehát ez sem volt mindegy. De áldozat is, nem? Nagyon nagy. Nagyon-nagyon csodálkoztam azon, amikor így eleinte hazajártam, hogy hazajött, tudtam jönni. Hát ugye ez úgy kell elképzelni, hogy azért a millenniumot, tehát 2000-et ott éltem meg, és talán egy fél évig nem is nagyon jöttem haza. Tehát fél évig nem is nagyon beszéltem magyarul, ezért mondtam azt, hogy picit talán pityeregve is, de ott azért megküzdöttem ezzel. Tehát voltak olyan szituációk, hogy nem értettem valamit, természetesen rengeteg. És fölírkáltam mindig egy papírra, hogy mi az, amit nem értek, és volt egy szótáram, hazavittem, megnéztem, és délutánra már tudtam. Tehát látták rajtam az igyekezetet, hogy tényleg teszek érte, hogy meg legyenek elégedve. A munkámmal nem volt, hál' Istennek, sosem problémáik, arra meg, hogy megtanultam a nyelvet annyira, hogy tudjak kommunikálni a vendégekkel. Ugye első körben nyilván csak egy ilyen tányérhordozóként voltam ott, de ahogy látták, hogy például a Németországban ott az volt az érdekes, hogy ők elméletben nagyon jók voltak. Viszont én meg ki tudtam vinni úgy 4-5 tányért, hogy az sem melyikőjük sem. Tehát nekem a gyakorlatom volt inkább meg, és mondták, hogy majd összecsiszolódik. És ez így is lett, hogy 3 hónapon belül elértem azt a nyelvi szintet is, hogy onnantól kezdve vendégektől tudtam felvenni a rendeléseket is. És nem voltál magányos? Hát az eleje nehéz volt. És közben hol volt benned a zene? Azt úgy valahol eltettem. Az annyira lefoglalt, annyi energiát vitt el egyébként, mert ugye azért itt 6 napokat dolgoztunk, tehát itt bőven dolgoztunk, és ugye amikor először így hazajöttem, ezt akartam még az elején mondani, hogy olyan érdekes volt, hogy milyen jó neked, mert hogy te külföldön dolgozol. Hát mondom, neked is lehetne ugyanilyen jó, hogyha kimennél dolgozni. Nekem miért jó? Mondom, sokkal többet dolgozok, mint te. És voltak azért érdekes meglátások így, ez egyébként a falun belül, hogy ez miért, mitől másabb. Ugyanúgy dolgozol ott is, ugyanúgy izzadsz ott is. És én azt gondolom, hogy az, hogy elszakadsz itthonról, itt hagysz mindent, persze, tehát magányos volt az ember, nagyon nehéz volt. Valóban sokkal többet dolgoztunk, mint annó itthon. Természetesen meg is érte, de nem ez volt az elsődleges, hanem tényleg ez az egész egy kihívás volt, hogy ezt tényleg megcsináltam. Mennyi időt voltál kint végül? Összesen 4,5 évet. Az nem igen, kevés. Nem kevés. 19 éves kortól. Igen, három helyszínen voltam. Voltam Aspergnek hívik egyébként, Ludwigsburgtól nem messze. Ez volt az első, ott 1 éves szerződésem volt, és megtetszett nekik, ahogy dolgoztam, és utána felajánlották, hogy maradjak még. Akkor ugye 1,5 év volt abban az időben engedett, mert ugye akkor még vízumot kellett engedélyezni, stb. Vagy tartózkodási engedélyt, munkavállalási engedélyt, és mondták, hogy maradjak, viszont ott megismerkedtem Németországban egy tanulóval, aki ausztriai volt, egy tiroli srác, aki gyakorlaton volt ott is. Ő mondta, hogy az apukájaiknak, tehát látta is, hogy jól dolgozom, és látta, hogy ő jó lennék nekik. Tehát, hogyha átmennék, igen, és akkor oda... Ott jött egy másik dialektus. Igen, ott teljesen újra kellett tanulni német, tehát így az 1 év után már azért viszonylag jól beszéltem, és ezt ugye sokan mondták, akik kint éltek, hogy úgy veszi észre az ember, hogyha megtanult egy nyelvet, hogyha már úgy is gondolkodik, vagy álmodik. Igen. És ez, tényleg ezek voltak nálam is már,
Én is átéltem. Nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog. Meg nem tudom, az egész nekem ez egy olyan jó érzés volt, hogy egy idegen emberrel, egy idegen országban, egy idegen nyelven beszélgettek, és megértjük egymást. Tehát ez jó leső érzés volt. Egyébként meg jól sejtem, hogy az a srác, aki hazajött, az valahogy ebben a 4 évben azért felnőtt. Abszolút. Abszolút. És mert egy olyan döntést hozni, hogy mégiscsak a zenének akarok élni? Nem ez hozott haza egyébként, hanem inkább az előző kérdésre a magány. Tehát ez volt az, de már akkor nyíladozott ez a diszkózás kapu is. Viszont amikor még hazajöttem, akkor még konkrét példa vagy lehetőség nem volt, hanem Ausztria, vagy a Németország után ugye jött ez az ausztriai lehetőség, az hiszen ez egy ilyen síparadicsom volt téli-nyári szezonnal, ugye egy-egy hónap szünettel, tehát 10 hónap munka egy évben, és ott is ugye egy szabad nappal reggel 11-től hajnal 2-ig, tehát ez egy ilyen általános munkaidőbeosztás volt, egy délutáni 2 órás pihenővel, ugye ahogy bezártak az éttermek, és ott viszont egy 5 szezon volt, amit lehúztam, tehát egy 5 fél év, tehát 2,5 év, és még azon kívül, vendéglátáson kívül, de egy mint benzinkutas dolgoztam. Az pedig már a diszkózás elkezdése után adódott, mert az is egy érdekes sztori, az első diszkózás az Széchenyben történt, ahol azt hiszem, hogy fél évig voltam a rezidens DJ a helynek, és az elválásunk oka az volt, hogy azt mondták, hogy hát nem vagyok szerintük elég jó. És akkor így, hát ez nyilván tönkretett ott azonnal. És én mondtam, hogy akkor hát köszönöm szépen a lehetőséget, és akkor én nem szeretném akkor velük folytatni. Vagyis ők inkább azt mondták, hogy pihenjek egy picit, mert hogy szerintük nem az igazi még. Milyen egy jó DJ? Szerintem első körben közönségcentrikus. Tehát első körben... Tehát amire utaltál már, igen, hogy ráhangolódik a közönség. Én azt látom legfőképp is szempontnak, hogy bárhogy, bármennyi ember előtt is legyen. Nekem volt már tényleg 8-10 000 ember, de volt 2-4-8 is. Mert épp szakadt az eső, vagy épp csak annyian voltak a diszkóban, vagy akár az elején, amikor elkezdtem, akkor nyilván nem élt meg az ember rögtön sikereket. De honnan tudtad, hogy kell csinálni? Nem tudtam. Hát te mit vettél, kütyüket, aztán elkezdtél otthon itt bingizni velük? Voltak. Inkább úgy mondom, hogy a kezdet az inkább az a kazettákkal való szórakozás. Akkor azokkal még nem próbálkoztam a diszkózással, inkább a CD-lemezes korszak volt már, amikor én belekezdtem ebbe. És akik úgymond körülvettek, vagy barátaim voltak, azok vagy diszkósok voltak, lettek, előbb-utóbb, és nekik volt felszerelésük, amiken megpróbálhattam, kipróbálhattam, vagy hozzányúlhattam, mert azért ezek nagyon értékes dolgok voltak akkor is, most is. Tehát például egy bakelit lemezjátszó, az a mai napig több 100 000 forintba kerül, főleg ezek a nagyon... Használsz még bakelitet? Nem már, nem. Én nem diszkóztam soha bakelittel, pár az a lett lemezem. Scratchelni, igen, nem? Igen, igen. Képzeld, igen. Én egyszer scratcheltem. Alföldi Robival az RTL reggelibe behozott egy diszkós. Hát teljesen elgurult a gyógyszerem, hát az micsoda egy vicces dolog. Igen. És ott csesztettem a bakelitet. Jó, nem én lettem a DJ, ő, de csak nekem is van egy, hát nyilván egy más korszakban való kapcsolódásom még a bakelitekhez. Nagyon érdekes dolog egyébként, és főleg az, hogyha tudja az ember, hogy ezek tényleg hogy vannak, vagy mitől rakódik össze, akár egy bakelitán. Tehát teljesen, ugye minden ilyen korszaknak egy ilyen modernizálódása. Tehát ugye a bakelit az még ugye bele lett vésve, vájva, utána a CD az már lézerrel van ugyanezt a beleégetve egy fémfelületbe, tehát ezek marha érdekes dolgok, viszont szinte majdnem ugyanazt tudja egy mostani CD lemezjátszó is, mint annó a bakelit, hogy lehet scratchelni vele, és sok millió más apróságot még vele bűvészkedni. Nagyon sok részét szerintem ki sem használjuk egyébként a mostani technikának, tehát van, aki ezzel foglalkozik. Én első körben próbálok tényleg a közönség hangulatára figyelni. Én azt gondolom, hogy mint jó, hogy is mondjam, zenei szolgáló vagy szolga, én azt gondolom, leszépen hogy... mondtad. Igen, tehát azért ez tényleg úgy gondolom, hogy DJ a közönségért legyen. Úgy, ahogy mint ahogy azt gondoltam, mint felszolgáló is, hogyha ott vagyok, akkor és bejön, akkor az én rajtam is múlik, hogy milyen hangulatban fogja mondjuk elfogyasztani az ebédjét, vacsoráját, bármiét, és ezért vagyunk.
De azért, tehát ugye az interjúban is elmondtad, hogy végül is te egy közel 10 éves csúszással kezdtél bele, igen, hiszen 25 évesen. Igen. Az a lemaradás egyébként jelentős volt, vagy a tehetséged okán azért fel tudtál hamar jönni, hiszen nyilván volt egy generáció, amelyik elindult, igen, már 16-17 évesen, te pedig akkor még máshogy tetted a világban a dolgod. Nem gondolom, hogy lemaradással vagy bármással indultam neki ennek az egésznek, viszont tény is valahogy jó pár évvel előbb is elkezdhettem volna, vagyis lehet, hogy másképp lett volna a dolog. Én inkább tényleg azt mondom, hogy az, amikor megérett ez bennem is, hogy én ezt tényleg olyan szeretném, az például egy meglévő felszolgáló állásom mellett egy vasárnapi délután egy ilyen szuperinfó méretű újságból néztem egy DJ Suli reklámát. Ez a Mixdown DJ School, így van, ez volt a Suli neve, és én akkor ott eldöntöttem, hogy én megpróbálom komolyan menni. Tényleg úgy, hogy... Mit tanul az ember egy DJ Suliba? Ott állnak emberek fejhallgatóval, ez az érdekes, hogy ez egy olyan, mint hogyha valaki biciklizni tanulna. Mondjuk tud valaki biciklizni. Én körülbelül azt mondom, hogy tudtam biciklizni, de egykerekezni még nem tudtam. Tehát ez technikai fejlődés? Igen, technikai fejlődés, így van. És például, ami nekem még nagyon érdekes és fontos volt, hogy olyan oktatóim voltak, meg olyan vendégoktatók voltak ezen a tanfolyamon, akiknek a tapasztalataira kíváncsi voltam. Tehát, hogy ők mit éltek meg, milyen helyzetet hogyan kezeltek, vagy akár emberileg milyenek. Ez így mind így összerakódik szépen. Tehát az iparág működését is, igen, egy kicsit megismerni. Igen. És azért nagyon-nagyon sokat változott azóta, ami akkor volt. Mitől népszerű egy DJ? Mitől jó egy DJ? Ez egy nagyon jó kérdés. Például, hogy 10 évvel ezelőtt mitől volt jó egy DJ, meg most mitől jó és mitől népszerű egy DJ, ez teljesen mást jelent már. Erre rá akartam kérdezni, mert meggyőződésem, hogy a szórakozási szokások is rengeteget változnak. Igen. A trendek is rendeket elváltoznak, hiszen nyilván az itt ülő között is volt neki annak idején, mit tudom, hogy 8-kor mentünk el a diszkóba, meg volt a videodiszkó, még ha valaki emlékszik, ott a dinoszauruszok környékén táncoltunk együtt. Na, most meg azt látom, hogy a gyerekek éjfélkor indulnak neki, ha nem tudom, hogy minek, amikor te azt mondod nekik, hogy föl a kezekkel. Igen. Tehát, hogy elképesztő átrendeződés van abban is, hogy mi szól, abban is, hogy mikor szól, annak is, hogy kiknek szól. Igen. Szerintem a közönség is nagyon rétegzett lett. Abszolút. Ez tény is való, ugye én még abban a korszakban kezdtem még el dolgozni is, meg úgymond szórakozni is járni. Én azt hiszem 15 éves voltam, amikor először voltam diszkóban. És abban a diszkóban, Széchenyben, ahol később dolgoztam is. És ott akkor még volt lassú blokk. Ami ugye akkor egy tök normális dolog volt, hogy 3 órakor lehetett menni csajozni, vagy odabújni valakihez, ha mertünk. Hát akkor még ugye nagyon fiatal kisgyerek voltam, én azt gondolom, hogy azért az még nem volt olyan egyszerű, én ezt csak úgy figyeltem, hogy működik. És ugye ez egy idő után elkopott. És tényleg, ahogy szóba is került, hogy egyre később járnak el a fiatalok, vagyis a mostani pár évben ez egyre jobban kitolódott. Szerintem korábban nem volt meg ez az internet hatás, ami kitolja ezt. Én egyébként majdnem, hogy össze tudnám ezzel kötni. El vannak saját magukban. Egy olyan külön világuk van, különböző felületeken, vagy akár rejtett felületeken, amit akár kitalálnak csak maguknak, és egy picit mögé bújnak. Van úgy, hogy lehet, hogy el sem megy szórakozni már. Kívülről figyeli, mert voltak régebben is, most is, akár élő közvetítések egy buliból. Vagy már nem is kíváncsi rá. Nagyon-nagyon megváltoztak egyébként a szokások. De régebben, ugye lehet azt mondani, hogy összejártunk. Megbeszéltük szerdán, hogy jövő hét kedden 8-kor ott vagyunk, és ott volt mindenki. Hát vagy szombat este valamelyik kocsmába feldobtak egy, igen, házi buli címet. Igen. És hirtelen, igen, megindult, és mentünk, a meg, de tényleg nem. Tehát az volt, hogyha meg volt beszélve, hogy tényleg egy hét múlva ugyanebben az időben, akkor ott volt mindenki. Vagy aki tudott. Ez már nincs. Most már fél óra alatt megváltoznak a dolgok. De neked ennek a ritmusát is föl kellett venni, Viktor, nem? Igyekszem. Tehát, hogy kikre, hogy hangolódsz rá, mert ugye ezt is rakjuk rendbe a fejekben, vagy az enyémben mindenképp, hogy van az, hogy ott zenéket mixelsz, uh-huh, az rossz szót használok, szólj, nem? Teljesen jó. De közben meg ugye ott volt az első dalod, a My Love. Vagy most valakivel, igen, megcsináltatok a Piece of You-t. Igen. Tehát, hogy figyelj, tanárul készültem. Figyelek. De hogy, tehát, hogy most itt te zeneszerző is vagy
Tehát hogy születnek ezek a dolgok, aminél aztán azt látom, hogy ez egy nyugvig dal. Vagy éppen azt látom, hogy egy Beatles dal, amit te újra gondolsz, és benne van a szerzőknél Paul McCartney, John Lennon, meg Szarényenő. Csak jó csapatba érdemes játszani. Rengeteg egyébként ilyen dalból, hogyha most ez egy nagyon jó példa, nagyon-nagyon sok ilyen dal van, amit újra gondolnak. És én ezt veszem észre egyébként, hogy a régi dalok kerülnek megint csak úgy előtérbe, hogy majdnem mindegyik dal, talán az első, tehát a My Love-nál, ami 2013-ban volt, azért arra nem lehetett azt mondani, hogy az egy másolat, vagy egy valamire hasonlító, hanem az egy olyan dal volt, amit egyébként viszonylag gyorsan felkaptak a rádiók is, sőt az összes rádió, úgy tudom, Magyarországon, és egy nagyon nagy löketet adott. Tehát a karrieremnek mindenféleképp is. Nagyon-nagyon-nagyon örültem neki, hogy tetszett az embereknek, mert ez egy olyan dal volt, ami a zenekészítés maga ugye egy olyan folyamat most lehet élő hangszeres, vagy akár lehet, ahogy mondtam is, számítógéppel, szoftverekkel, szintetizátorral. És mi a B verzió vagyunk, akik leülünk egy számítógép elé, és én mondjuk ennél a dalnál konkrétan, aki az ötletet adta, menjünk el ebbe, ilyen hangokkal dolgozzunk, rakosgassunk jobbra-balra, bármi lesz belőle, és ez konkrétan az első próbálkozásunk volt, ami hihetetlen egyébként így kimondani. Mint egy puzzle-t így rakni. Igen, ki, tehát ezt ilyen... úgy kell elképzelni, mint hogyha ilyen pici, ez egy rengeteg pici hangból van összerakva, külön hangsávok fölépítve, tarkítva akár énekhangokkal, vagy vokálokkal. Ja, ezen is, vagy mondom, igen. De ki énekel? Mert nem te énekelsz. Nem. Lehet letölteni, vásárolni, bárhonnan előszedni, akár otthoni stúdióban is fölvenni ilyen picike hangokat, amit aztán lehet a végtelenségig effektelni. Tehát az én gyönyörű hangommal is dúdolhatnék valamit. Nagyon jó zenéket. És te azt meg tudnál mixelni? Abszolút. Olyan kis amandalíresre gondol. Ez lenne, nem is kellene hozzányúlni. Jaj, már nem jöttél hiába. Jól van, folytassuk innen, egy picit hatásszünetet szeretnék kérni. Na, de várj, és akkor ez olyan munka, hogy te leülsz reggel 8-kor, igen, és akkor ezt tolni kell? Igen. Vagy tudod, mert van a művészekről az elképzelés, hogy így, most beugrott néhány dallamfoszlány, és most akkor átszellemülök. Vagy itt rakkolós meló van. Működik ez is, az is egyébként. Ennél a konkrét dalnál egyébként ez a reggel 8-kor leültünk, és másnap délre kész volt. Ez tényleg, ez egy nagyon érdekes, és nagyon gyorsan készült, és nagyon egyszerű dalról beszélünk, de amennyire egyszerű, annyira fülbemászó, és amit észrevettem az elmúlt 14 évben, amióta ezt csináljuk, hogy ezek működnek most. Nem kell túlbonyolítani már a zenéket. Nincsenek már ezek a Mozarttól, illetve ezektől a szonátákton keresztül, nem kell megfejteni nagyon. Tehát az egyszerű dolgok működnek, ezekből születnek most slágerek. Nem azért van, és az internet jön vissza, hogy ilyen, hogy egyszerű üzenetek kellenek a fiataloknak, gyorsan megérthető hatások, ne legyen bonyolult, ne kelljen nagyon dekódolni, gondolkodni rajta, érjen el és has. Átfolyik. Ugye? És akkor igen. Minden átfolyik. Ez, talán még szerencsés voltam ebben az időszakban, mert ez a dal még azért jó pár évig ott maradt mindenkiben. Sőt, a mai napig nagyon sokan jeleznek vissza, hogy még mindig a kedvencük. Még olvastam a kommenteket. Igen, még mindig a csengő hangjuk, és ez még, azt mondom, hogy tényleg egy felfoghatatlan dolog, és borzasztó jól esik az emberektől ez, amit kapok vissza. Ugye az is érdekes egyébként, hogy mint nevezzük zenei producernek, aki zenét készít, illetve egy DJ, aki ez két különböző dolog. Egy DJ egy adott zenét játszik, amit bárki csinálhat. Egy producer az készíti. De meg kettő vagy de játszhatja is, nyilván. Meg a Balzsa. De játszhatja természetesen a saját zenét is. Ez a szerencsésebb verzió. És az, amikor így egy ilyen saját készítésű zenét, vagy akár tényleg lehet egy énekes, aki a saját hangjával befolyásolja, vagy próbálja a közönséget szórakozni, tehát ez egy borzasztó jó dolog. Nagyon-nagyon jó érzés ezeket megélni, és amit tényleg azt mondom, még a mai napig is, ahogy mondtam az előbb, kapok 10 év után vissza, vagy olvasok, számomra is hihetetlen. Tehát jó leső dolog, természetesen akkora sikere egyiknek sem volt még azóta, ezt hozzá kell tennem, mint annak a dalnak. Természetesen annak köszönhetően, mert hogy fél évente változnak a rádiókban is játszott dalok, és nagyon gyorsan kipörögnek. De az hozta meg neked egyébként azt, hogy rádióban is, igen,
Csinálsz több órás műsorokat is? Akkor már rádióban dolgoztam, 12-ben kezdtem állandó dolgozni rádióban, FM rádióban, és 13-ban született ez a dal. És tehát inkább úgy mondom, hogy kézenfekvő volt, ha már egy rádiónál dolgozom, akkor csináljunk már egy zenét. Miért nem? Próbáljuk meg. És ez tényleg bejött, és nagyon jól sikerült. Tehát először ugye a legnagyobb országos rádiónknak elküldtük, mondták, hát ez nekik nem, meg ez nagyon modern, meg nagyon nem. De ahol dolgoztam akkor rádiónál, ők ezt borzasztó sokat játszották. A Music FM? A Music FM, így van, és a Class FM, és utána mondta, hogy kérjük. És akkor onnantól lett ez ugye igazából tényleg egy érdekes dolog az egész országban, és onnantól kezdtem el én is vándorolgatni fellépések szintjén, hogy nem csak Győrben, meg nem csak itt-ott-ott, hanem akkor elhívtak már Nagykanizsától kezdve Nyíregyházáig, és ugye hál' Istennek az azóta így is van. De mikor esett le a tantusz, hogy bejött? Hát egy fél év kellett. Mindenféleképp kellett egy fél év arra. Tehát nyilván a fellépések, felkérések, ugye azok hihetetlenül meglódult. Tehát a 13-as évemben tényleg az volt, hogy a január másodikán tudtam, hogy szeptember vagy szilveszter este már hol dolgozom, mert hogy olyan sok felkérés érkezett egyszerre, nagyon sok és hirtelen, ami tényleg azt a népszerűséget meghozta. Ami tényleg azt mondom, hogy nem lehetett azt mondani, hogy ez nem sikerült jól. Tehát én is úgy voltam el, és ez nagyon érdekes, mert én lehet, hogy így még most nem jön le, én próbálok mindig nagyon normális és szerény és visszafogott. Ezt akartam tenni. Visszajelezni neked, hogy nincs benned ilyen alűr, hogy nem. Így megcsináltam, és bármilyen megnyilvánulásodat néztem, és inkább visszafogottságot, nem megbántva, mit tudom én, egy vizsgázó DJ suliba ott voltál, nem tudom én, zsűri vagy mesterként, igen. És ahogy viszonyulsz az emberekhez, az olyan, nekem nagyon szimpatikus. Köszönöm. Hogy nincs ilyen rájátszás, hogy na fégyukat, én állok ott a 8000 ember. Igen. Mindenki nekem tombol. Nem tudok ez lenni. Én nem tudok ez lenni. Én de híres gondolom, nem akartál lenni? Akar az ember híres lenni? Ezt így nem. Hát én úgy tudom. Látom, hogy igen. Sokan, igen. Ilyen perc emberek főleg. Hát most azért a mostani médiának, social médiának köszönhetően mindenki az akar lenni szerintem. És ugye általában ezek inkább ilyen lufik, mint valós tartalmak. Én inkább a valós tartalom próbálok lenni. Tehát azért van az, hogy ha valaki követ, vagy eljött bulimba, vagy régóta mondjuk ismer, akkor láthatja azt, hogy én nem arról posztolgatok, hogy most éppen melyik kávézóban mit fogyasztok, vagy milyen időtöltéssel próbálom. Milyen Gucci-val rajta. Így van, nem akartam konkrétan, de így van. Tehát nálam ez nem erről szól. Természetesen mást is csinálok ezen kívül, most már, ugye az annó a Covidnak köszönhetően, tehát ezért egy másik dolog is becsúszott az életembe, de legfőképp ez a diszkózás, amit még azt mondom, hogy mindenféleképp szeretnék tolni, de a diszkózásnak is az általam önmagamból kiadott dolgok, azok mind, majdnem mind szakmai. Nagyon ritkán beleavatom egy picit a családomba, posztja, tehát a képekkel, vagy esetleg egy-egy videóval, természetesen nem ezt teszem előtérbe, de hogyha valaki ezt így jobban megnézi, akkor azért le lehet szűrni szerintem egész egyszerűen, hogy tényleg nekem még maga a diszkózás az arról szól, hogy a zene szeretete. És tényleg nem az, hogy most a legújabb cipőm, ami legyen mindig a képeken, és ez ezáltal szponzorált, vagy az onnan jött is. Hát ami van, az úgy mind saját erőből. És én azon, de hát ez is az, ami büszkeséggel tölti el az embert, nem? Engem jobban feldob, mint hogyha oda teszik, és akkor hordjad már. De közben azért nyilván mindenkinek leesett az, hogy mondjuk akkor, amikor tudtad januártól, hogy szeptemberig tele a naptár, és beszélünk itt ilyen éjszakai bulikról, igen. Tehát ez egy kegyetlen élet. Fárasztó. Mármint, hogy fordított élet, nappal alszol, éjszaka dolgozol. Hát nem akarok indiszkrét lenni, azért lett egy fiad, tehát valamikor összefutottatok, de hogy ez mennyire magánélet? Hát úgy értem, hogy valahol. Postásra nem hasonlít. A postásra hasonlít. Nem hasonlít. Reméljük, jó képű a postás. Igen. Legalább hasonlít rád. Itt szóval, azért hogy, nagyon... hogy ez a magánélet... Meg is kérdezte, hogy mi?
Nem hasonlít, hál' Istennek. Hál' Istennek hölgypostás jár. Ja, hölgypostás, ne aggódj. Nem, egyébként... Elnézést kérek, az esti mese legyen valami szép ívű, a romantikus. Nálam 2005-ben kezdődött maga a DJ Zsuli, 2007-8 volt az, amikor kaptam lehetőséget először úgy komolyabban közönség előtt zenélni, mert ugye eddig azért az úgy működik általában, vagy legalábbis kinek hogy jön össze. Vagy rögtön lesz egy hely, ahova mehet zenélni, vagy élete végéig vár, és sosem. Nekem az egy idő után lett a szituáció volt, és a Széchenyi után lett egy győri rezidenciám, amiből lett egy másik is, és az 8 évig tartott. Tehát ott azért elég sűrűn és elég sokáig ott voltam. És utána ez eltartott mondjuk ilyen 2012-13-ig, így a My Love idejéig, és akkor onnantól kezdve kezdtem el járkálni mindenfelé. És ebben a hajszoltságban hogy lehetett révbe érni? Ezt akarom ezzel majd kihozni. Tehát nekem azért sok idő eltelt ahhoz, hogy egyrészt én saját magam is úgy érezem, hogy megértem arra, hogy szülő lehessek, meg azért azt is hozzá kell tenni, hogy tehát nagyon nehezen talál egy az ember párt magát maga mellé, hogyha mondjuk egy ilyen éjszakai életben van, és éjszaka mondjuk hétvégente nincs otthon, vagy olyan emberekkel, akár nőkkel van most körülvéve, de ez tény és való, tehát hát ez tagadhatatlan. Elképesztő azért... bizalom kell, azt hiszem, vagy egy nagyon jóféle szövetség, hiteles szövetség a másikkal, hogy ezt a nagyon másfajta életet tolerálni lehet. Egyrészt, meg a másrészt az is, hogyha, tehát attól függ, hogy milyen az ember habitusa is. Van, aki abszolút ez a nyug is. Tehát én nem mondanám azt, hogy nem élveztem azokat az éveket, amikor szabad voltam, és tényleg nem voltam kötött. De ez egy az a korszak volt, amikor arra volt szükségem. Voltam én is hosszabb kapcsolatban az előtt. Nem volt olyan hosszabb kapcsolatom, ami a diszkózás miatt ment tönkre. Tehát egy 7 éves kapcsolatról beszélek, ami a diszkózás elkezdődése után lett vége, de az ott annyira húzott, és annyira akartam ezt régóta, hogy én ezt azt választottam. És utána sok ideig csak úgy mondta, nem is az, hogy csapódtam jobbra-balra, de azért jó pár próbálkozásom volt. Komoly kapcsolatokban azért nem is mentem bele, mert én mondtam mindenkinek, hogy ezt nehezen fogja elviselni, mert a féltékenység az elő fog jönni, dehogy 2-3 hónap alatt ez így nyilván jött elő. De aki mondjuk tudta ezt kezelni, azokkal azért, hogy ha lehetett és működött, akkor azért próbáltam. Szerinted meddig lehet ezt csinálni? Mert hát látjuk a Dévényi Tibi bácsit, a Tibi bácsi. Dobálni már, kedves gyerekek, három kívánság, de hogy azért az idő halad, érted, már a labda se olyan, igen. Nem tudom, tehát hogy neked mi a víziód, hogy mifelé mész? Én ezt úgy mondanám, hogy én addig szeretném ezt csinálni, amíg érdekes vagyok. Egyébként hozzáteszem, Tibi bácsi is érdekes, sőt, akár Gyuri bácsiékat is mondhatnánk, mert ugye ők most aztán megint virágkorukat élik, de azért azt nem bánnám, ha már nem. Tehát, hogy mondjam, tehát amíg tényleg ezt, mert szívvel jelekkel csinálja az ember, aki ezt csinálja, azt szerintem csak így csinálja, tehát így javasolt. Nyilván megvan az anyagi oldala is, hogy megéri csinálni, persze, de ne ez legyen, ami motiválja. Én úgy vagyok vele, hogy imádom csinálni. Nagyon fárasztó tud lenni. Nagyon sok olyan kilométert mentem már, amikor ugye én egyedül megyek mindenhová. Én vezetek, nincsen sofőröm. Nem szeretem, hogy a sofőröm van. És nem, volt már, de nem, egyszerűen nem tudok arra koncentrálni akkor. Én inkább nyugodtan, csöndben figyelem az utat, koncentrálok a következő fellépésre, vagy épp hazaútra. De nekem jobb így. Nekem, hogyha volt is sofőrem, akkor azzal engem, hogy mondjam, tehát engem lefárasztott az, hogy hallgatnom kellett a nyűgjeit, kizökkent, és ez... Ez egy ráhangolódási rítus is az úgy. Így van. Mint ahogy a hazaérkezés is, hogy az ember maga mögött hagyja azt a tomboló élményt. Igen. Egyébként még egyet akartam kérdezni, és aztán az utolsó kérdéskör, amit mindenkinek felteszek, az következik, hogy amikor te fent vagy a színpadon, mert azt látom, hogy a közönség szíve együtt dobok, aminek a ritmusát te diktálod, mert erre rájöttem már, hogy gyakorlatilag ugye felpörget, biológiailag, fiziológiailag hat a zene ezekben a mixekben, vagy ezeknél a DJ partiknál, hogy benned mi van olyankor? Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok
energia jön vissza. Nagyon-nagyon sok. Tehát az is hozzátartozik, hogy bármilyen napja is van egy DJ-nek, vagy akár még annó, ha felszolgáló voltam, nem lehetett rossz napot. Tehát olyan nincs. Tehát, hogyha én oda megyek egy közönség elé, akkor ha bármi bajom van, azt akkor ott kell kint hagyni a kocsiban, vagy otthon, és ott kutya kötelességem azt adni, amiért engem oda meghívtak. Tehát ez is többek közt arra vonatkozik, hogy közönségcentrikus próbálok maradni, de egyébként a Liba börtől kezdve bármit visszakapok. Tehát ez egy olyan élmény, amikor sikítanak, őrjöngenek, jól érzik magukat, amit mással egyébként nem nagyon értem még el. Tehát természetesen... Hát jó, nézd, egy étteremben ritkán sikítok a finom. Nem, volt ott is. Azért értem én a különbséget a kettő között. Jó. Persze, ez óriási. A sikítós tálalás az a, igen, az a zene. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok energiát lehet összekapni egy közönségtől. És ez olyan hihetetlen dolog, hogy ugye volt is egy olyan időszak, amit egyébként nagyon sokáig le kellett küzdenem. Tehát én például mostanra viszonylag sokat kommunikálok mikrofonban is, tehát mikor egy fellépésem van. Hát ez az elején nagyon nem ment. Tehát az elején konkrétan nem mertem fölnézni, hogy... Tehát egy lehajtott vannak, fejű tényleg? DJ, Jézusom, igen, mennyien vannak. Igen, igen, vagy igen. Tehát ezek volt egy komoly lámpaláz, amit le kellett küzdeni. De ez ugye ez egy jó pár évig megvolt, és utána ez úgy nagyjából elmúlt. Vannak most is szituációk egyébként. Tehát az annó egykori mesterem, ha találkozok vele Hambai Péterrel, és mondjuk diszkós pulton belül, mai napig zavarva vagyok, és ezt nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Hát, mert az ikonok ott vannak. Igen, hát Vitrai Tamással én sem beszélgettem, csak remegő lábakkal. Meg Törőcsik Marival, vagy mit tudom én. Tehát az emberben, ha tisztelet meg az alázat megmarad, az szerintem egyébként érték. Na figyelj, mindenkitől meg szoktam kérdezni, te se úszod meg. Szerinted mi a siker titka vagy ára? Tehát a siker kapcsán neked milyen asszociációd van? Mindenképp van titka is. Egyrészt az, hogy foglalkozzunk azzal, amit, tehát mindenféleképp kifelé is kommunikáljuk. Én szerintem mostani világra próbálom levetíteni ezt a dolgot. Tehát amit most bátran mondhatunk, hogy a nagyon nagy részét a sikernek a social media adja meg. Én ezt abszolút így látom az én szakmámon belül legalábbis. Tehát ezzel most nagyon sokat kell foglalkozni. Én nem mondanám, hogy ez az én teljes értékű asztalom. Én igyekszem a legjobbat kihozni magamból, de nem feltétlenül, ahogy mondtam is, nem feltétlenül vagyok az, aki mindenképp valamit oda tessek. Tehát ez nem feltétlenül. Az ára pedig az, hogy ezzel azért tényleg sok időt el lehet bíbelődni. Tehát az, hogy például a zenei téren nekem, most tudom, hogy megint rá kell feküdnöm arra, hogy le kell mennem majd. Nekünk itt van vidéken a stúdió, ahol dolgozunk, és ezekkel van úgy, hogy 2-3 napig, de lehet, hogy 2-3 hónapig volt, hogy volt olyan zene, amit egy évig csináltunk. Aha. De azért, mert épp nem jött meg mondjuk rá az ihlet. Nem azért, mert nem akartunk, csak egyszerűen belekezdtünk, és most jó, most nem jó. De amikor így jön, akkor jön. Tehát ez erre úgy egy ilyen hangulat kell egyszerűen. Uh-huh. Úgyhogy ez az ára az, hogy idő foglalkozni vele. Én azt mondom, kell tenni. Bele kell tenni az energiát, így van, és ezt nem szabad sajnálni. Mit jelent neked a pénz, a gazdagság? Nem szerettem volna soha gazdag lenni. Én azt szerettem volna, vagy azt szeretném most is elérni az életembe, hogyha mondjuk kell vennem egy cipőt, akkor meg tudjam venni. Vagy ha mondjuk a tévén tönkrement, akkor le tudjam cserélni. Nem vágyom, nem gazdagságra vágyom. Uh-huh. Nem ez a cél, hanem most már, ami annó nem volt meg, és ezt most nevezhetem nevén a családom, ugye a nagymamám nevelt föl, az most megvan, és én próbálom ezt így ennek örülni, és ezt megélni. Hát akkor az utolsó kérdésre is szinte megadtad a választ, hogy állsz most a boldogsággal, vagy elégedettséggel. Köszönöm, boldogok vagyunk. Oda nézel, kigazulás. Köszönöm. Végén azért megkérdezem tőled, hogyha ha szurkolni szeretnék neked valamihez, hogyha találkozunk x év múlva, hogy mire vágysz, mire törekszel, mifelé mész? Én még ellennék egy pár évig ebbe a diszkózásba. Én úgy érzem, van még bennem annyi energia, vagy annyi plusz, ami még ebből ki tud jönni, jól tud kijönni. Egyébként marha érdekes, mert hogy ugye azt lehet mondani, hogy én most már inkább nem a nagyon fiataloknak vagyok a
ismert vagy közismert lemezlovasa, hanem inkább a 25 és 35 közé lőném be az én közönségemet, és én nekik nagyon szeretek játszani. Tehát hát szépen fölötte... majd eljön a retro. Persze, jön majd retro is. Kivárom. Igen. Tovább még egy pár évig még szívesen ellennék benne, hogyha érdekes maradok a közönségnek. De tényleg nem szeretném ezt addig, vagy úgy csinálni, hogy kopogtatni kelljen, hogy hagyjék már. Figyelj, amilyen igazinak érezlek, szerintem ez meg lesz. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm. És akkor itt van egy emlékkönyv, amiből majd egy kiállítás lesz kifotózva a mondatokból. Köszönöm. Ami üzenet tőled a tarjániaknak, a következő generációnak, az előtted menő generációnak, mindazoknak, akik eljönnek majd ide a József Attila Művelődési Központba, és megnézik ezt a kiállítást, ami az Én Sztorim sorozatból kijött. Úgyhogy kérlek, vess oda papírra egy gondolatot, és majd írd alá. Rendben, köszönöm szépen a lehetőséget. Jó időt adok neked. Mi pedig hamarosan egy szignál után folytatjuk a második vendégemmel. Maradjanak velünk. Most jelent meg a negyedik szakácskönyve már, és egyébként is elképesztő, amit az elmúlt években a gasztronómia területén művel. Alapvetően engem egyébként ez érdekel, hogy valaki 40 év körül egy ilyen klassz új karriert fel tudott építeni, pedig őt egyébként nem erről és nem ebből ismertük meg jó néhány évvel ezelőtt. Következzék Gáspár Bea. Hello! Hoztam a telefonom a selfie miatt, nem baj? Jaj, a modern asszony. Ha nem muszáj, ezt, amit nem dokumentálunk, az meg se történik. Figyelj szívem, beütöttem a Google-ba a neved. 1,5 millió találat jött ki 0,24 másodperc alatt. Szóval, hogy mi van dokumentálva és mi történik meg, ez nem tudom mennyire van fedésbe egymással az elmúlt x évben. Szerinted? Hát szerintem, amit az ember úgy meg akar nagyon tartani magának, az nem biztos, hogy dokumentálja, csak nem rakja ki. Tehát az attól függetlenül lehet, hogy a jó emlékeket az ember az mindig, tehát ez meg van örökítve. Úgy gondolom, hogy veled beszélgetni az biztos, hogy jó emlék lesz, és akkor ennél fogva, hogyha megengeded, akkor én azt publikálni is fogom, és akkor kirakom. Hát a publikálja, ahogy nézem, be a konyhájával még be kéne egy-két követőt szereznem, mert valami 395 ezer ember topogott a mindenféle videóidnál. Elképesztő, amit felépítettél. De most ugorjunk vissza. Igen. Hiszen neked azért az ismerté válás az ilyen 31 éves korba kezdődött el, amikor a Győzikes show elkezdett forrogni. 2005-ben, igen. Hát akkor igen, 31 voltam. Figyelj, én készültem matek, figyelj, osztottam, szoroztam, kimondtam. Jobban tudod, összat, mint én. Ha valamire kíváncsi az életedből, hívjál fel, mondom az adatokat. De ugye elindult itt egy élet, kicsi lányként. Egyáltalán neked volt arról képed a családban, fogalmatok, hogy ha Bea egyszer majd híres legyen? Nem, dehogy nem. Hát, ugye amikor kicsi voltam, színes tévénk se volt nagyon sokáig, tehát amikor azt hiszem, hogy nem tudom, negyedikes lehettem, amikor már színes tévénk is volt. És hát ott mi néztük a híres embereket, Kovács P. Jóskát, hát meg a bemondókat, az akkori nagyokat, ugye, akik már szinte nem is nagyon élnek talán. De meg a Deltát, jaj, azt nagyon szerettem, Kudlik Julival, tényleg az volt az egyik kedvenc műsorom, nem tudom miért, az ilyen ismeretterjesztő volt, és akkor olyan sok helyszínről, a világ nagyon sok helyszínéről tudósítottak. De úgy egyébként az, hogy majd egyszer én is a tévében szerepelhetek, az úgy még álmaimban sem szerepel. De hogyha egyébként ott a Nógrád megyeren látni akarom azt a házat, vagy azt a szobácskát, ahol te cseperedtél, tehát hogy milyen világban éltél, mert a zebra takarókkal tisztában vagyok.
nálunk a nem, a tehát a zebratakaró az később jött a férjem barátja, volt ilyen nagyon nagy zebramániás, és Győzőnek ott tetszett meg. Hát amikor, hogyha így a kérdés arra irányul, hogy konkrétan én milyen családból származom, egy tök egyszerű roma családból származom, ahol a sztereotípiákkal ellentétben nekem a szüleim dolgoznak. Tehát még a mai napig is apukám aktívan dolgozgat, ám bár most már 71 éves és nyugdíjas, meg anyukám is nyugdíjas, és ők arra neveltek, hogy amiért megdolgozol, annak a bérét be kell osztani, először van a számla, a rezsi, és akkor utána jöhet majd a habzsidőzsi, ami ugye nem jött el soha, mert egy gyári keresetből habzsidőzsire nem jutott, viszont két gyereket így fel tudtak tök normálisan becsülettel nevelni, és én azért nagyon tisztelem őket. Tehát olyan, hogy most ilyen nagyon nagy luxus, tehát mondom, a színes tévé is később jött, nekünk a telefonunk se volt, tehát még akkor, tehát ez nem volt nagy dolog, viszont volt angol vécénk bent, és akkor az olyan nagy dolog volt, hogy volt fürdőszobánk, ilyen kékcsempés fürdőszobánk volt egy normál konyhánk, ahol ilyen családi étkezések lezajlottak, és háromszobás házunk volt, ahol az egyik a tesóm szobája volt, de télen egybe költöztünk a fűtés miatt, ami most újra eljött. Ez a és a másik volt az anyukám még szobája, és kész, ennyi. És mi volt akkor mondjuk, hogyha megkérdezték óvisként, vagy kisiskolásként tőled, hogy tudod, mindenkit maceráltak ezzel, hogy mi leszel, ha nagy leszel? Hát én azt mondtam, hogy felnőtt. Tehát én azt sem. Hát végül is ez semmi extra. Tehát nem voltak ilyen vágyaim, hogy most én tanár legyek, vagy mit tudom én. Hogy tanultál? Hát én nagyon jó tanuló voltam. Én nem minden tanuló voltam, én sírtam, ha 4-est kaptam. Mert attól féltem, hogy majd otthon, nem tudom, mi fog. De nem történt otthon se semmi, hogyha most 4-est kaptam, vagy még hogyha 2-est is, de nem kaptam soha 2-est. 1-est abszolút nem. 3-as becsúszott matekból már 8-ban, meg középiskolában már nem jó tanultam, nem érdekelt. Akkor már úgy voltam vele, hogy jaj. De mert valami közgazdasági, a Táncsicsba mentél. Igen, itt a Táncsicsba. Nagyon szerettem az osztályközösségünket, itt nagyon szerettem itt a sulit, és matekot azt Gubola tanár úr belém verte. Úgyhogy sikerült is 2-esre leérettségiznem. Tehát utálom a matekot, és számviteli szakon végeztem. Tehát valahogy így ez nem fér össze. Könyvelés, statisztika, meg nem tudom. Tehát de miért mentél oda? Mert apukám azt akarta, hogy könyvelő legyek, nem is értem. Azt mondta, hogy az jó, az egy jó szakma, a könyvelő mindig kell. Hát, ja. Csak nem olyan, mint én. Hát igen, mondjuk könyvelőnek, inkább séfnek hívnálak el, könyvelőnek. Na várjál, és akkor leérettségiztél, és akkor itt elkezdtél dolgozni, tenni, venni? Dehogy, nem. Tehát az érettségi után ugye volt olyan, hogy még akkoriban, tehát most lenne egyébként 30 éves érettségi találkozunk, de valahogy senkinek nem esett jól. Ezt ki is mondani, 30 év hű. Tehát 30 éve voltam 18, és akkoriban még ez nem volt diplomához kötve, hogy valaki könyvelőként elhelyezkedjen. És nagyon sok osztálytársam el tudott helyezkedni itt-ott, amott, tehát már akkor is voltak itt ilyen hivatalok, ahol nagyon szívesen alkalmazták őket. Aztán én elmentem apukámmal ilyen állásinterjúra, mert a Nógrád hírlapban megjelentek ezt, hogy most ide keresünk, oda keresünk, aztán nagy hirtelen ugye apukám egy ilyen barna bőrű cigányember, és akkor megláttak minket, és akkor most ezek mit keresnek itt, tehát akkor úgy azt mondták, hogy betelt az állás, majd értesítjük, majd, és akkor így soha nem értesítettek. Viszont te ott szembesültél először ilyennel? Ott szembesültem azzal, hogy most ez vajon miért van, mert nagyon, tehát az osztálytársaim nagy része mondta, hogy de itt van most munka, hát Bella, gyere, hát majd itt és itt kell jelentkezni, és akkor engem soha nem hívtak vissza, és akkor utána így kérdezték, hogy na, fölvettek? Mondom, nem. Hát de keresik, mondom, csak nem engem. És akkor ott úgy először úgy, hát mondom, nem értem, hogy most mi a szitu, vagy mi az, ami visszatartja az embereket. Hát pedig voltak olyan osztálytársaim mondjuk, akinek pótérettségivel ment ez a sztori, és mégis el tudott helyezkedni, meg az első kézből érettségivel nem bírtam elhelyezkedni. Aztán ott túllendültem ezen, és akkor nyílott ott Nógrád megyerben a Megyerkenyér BT néven egy pékség,
ahova a tulajdonos személyesen lejött, aki apukámnak volt a haverja, hogy akkor, hogyha le van érettségizve a lány, akkor Tibi jöhet raktárosnak. És akkor kaptam az alkalmat, mindegy, akkor jó lesz a raktáros is. És akkor minden nap hajnal 3:30-4 között kellett kelnem, elmenni a pékségbe, biciklivel, térbe, fagyba, hóba, fú, ez kellemetlen volt, és a kenyereket ugye kiporciózni boltok szerint, és akkor, ahogyha nem fért a kenyer, akkor még egyet, és a tetején, nem tudom, hogy bírtam, voltam vagy 50 kiló, hogy bírtam ezt a nagy sok ládat úgy rekeszelni, és akkor jöttek érte a kocsik, és akkor sorba kiadni, ez volt a reggeli feladat, utána fölvenni telefonon a rendelést a másnapra, és harmadik körbe pedig az egész pékséget föl kellett mosni, ezt mindezt délig meg kellett, hogy történjen, mert addig tartott a munkaidő. És akkor neked milyen képzeted volt arról, hogy milyen lesz az életem? Itt maradok a pékségbe, és teszem a dolgom, vagy akkor itt csak mentek a napok, és még mind nem volt álmodozás akkor? Hát akkor úgy nem volt konkrétan álmodozás, hanem volt itt a környéken egy nagyon jó diszkó, Paradízó néven működött, és akkor az volt az élet célom, hogy minden szombaton a Paradízó diszkóba mehessek el a barátnőimmel, és akkor kész, ott így elbeszélgettünk, által ismerkedni ugye, tehát nem volt Facebook, nem volt internet, tehát az emberek közvetlenül ismerkedtek, és akkor így nekem ez volt így akkor az élet cél, és akkor azt mondta anyukám, hogy oké, de nem elbulályozni az egész pénzt, csak egy bizonyos részét, és akkor azt mondta, hogy ő majd beosztja. És akkor az olyan meghökkentő volt, hogy anyu, te majd beosztod. Igen, mert majd ezt félretesszük neked. És igaza volt tulajdonképpen, hogy én most nem vásárolgattam nyakra főre, meg új ruha, meg tehát nem volt akkor. Megtanított beosztani. Hát így kisebb, nagyobb sikerrel, de azért... Te is az igaz, hogy neked az győzik-e már a oviban is csoporttársad volt? Hát nálunk ugye falun csak egy ovi van, egy suli van, és akkor így ennél fogva a falubéliek ott ebbe az egy óvodában csoportosultak suliba is. Általában ugye nem volt arra lehetőség, hogy most úgy elmenjél, mit tudom én, Széchenybe vagy valahova. És tényleg osztálytársak. De te egy kis cserfes lány voltál? Nem, én nagyon nyugodt. Én nagyon nyugodt. Azért fölpörögtél. Hát igen. És a győzike milyen volt? Hát ő is nagyon nyugodt? Ő akkor is ilyen mufurc volt, ilyen izé. Tehát ő akkor is már úgy érlelődött, hogy ez a fiú, ez kicsit más, mint a többi. Na de a oviba te szerelmes voltál benne? De hogy voltam szerelmes, suliba sem. De hogy? Nem. Hanem mikor? Hát nem, később találkoztunk, amikor már pékségben dolgoztam, és akkor valahogy így, nem tudom, hogy hol összefutottunk. És akkor mondta, hogy nem lenne kedvem beszélgetni, mert van egy unokatesója, aki szintén osztálytársunk volt, és akkor így hárman beszélgetnénk így a szép régi időkről, de ilyen volt osztálytársias hangulatban telt el, beszélgettünk hárman, és akkor tök jó hangulatú beszélgetés volt, és akkor utána volt a faluban egy ilyen szüreti bál, ahova elhívott, hogy menjek, mert hát most miért ne mennék, jött az én unokatesóm is, meg jött Ildi is, meg tehát így sokan így ilyen családias hangulatban elmentem, és akkor onnantól fogva ott a szülei azt mondták, hogy fú, hát ez nagyon jó, ez nagyon jó, falubéli is, jó, hát ez nagyon jó, ez nagyon rendes család, jó lesz neked, Győzikém. Mondták ők. Igen, és anyám ugyanezt mondta. Ja, hát így van. Falubéli is, cigány is, jó lesz neked, fiam. Tényleg? Most miért nem? Most mi az akadály ennek? Ha nem tetszik, hát annyira nem. Hát nem, mert ilyen romai lokinézete volt, tehát az a hosszú haja volt, bajusza volt. Jézusom! Hát öregebb volt, mint most. Hát most ahhoz képest a lendelon. Ugye, amikor ezt írjuk, akkor ugye 19 éves voltál, igen, ugye? Igen. És 93 volt, igen, 92-3. Aztán jött az Evelyn. Igen, 94. 94-ben, és a Virág 2002-ben. De itt próbáltam összerakni, ugye, hogy az egész ismerté válás ott indult el, mondjuk Győzikének, hogy ez 99-2000-ben indult el a romantik. Igen.
Igen, és akkor még nem volt meg a virág, csak ebben én. Igen, akkor még nem, mert 2002-ben jött igen, a virág. De hogy akkor te itthon laktál itt a, egy gyerekkel, és már a Győzike, Győző építette a karrierjét, a két csajja jöttek, mentek? Hát nem, neki kipattant az a fejéből, mert ugye nagyon sok rokonunk van, akinek úgy egymás után zsinórba volt a lagzi. Volt olyan, hogy volt olyan nyarunk, hogy esküszöm, azt hiszem, hogy hat lagzi volt egy nyaron, tehát volt júniusban, júliusban, augusztusban, még szeptemberben is volt lagzi. És akkor ő onnan indult, hogy volt egy barátja, aki így megye szinten, ő ilyen lakodalmas zenész, tehát ugye elment, így zázongorázgatott Pityu, és jól énekelt, és egy gitárossal járkált, és Győző volt a kamerás, tehát ő meg így kamerázta a történteket, és akkor ugye ezt ő, nem tudom, hogy összevágta, vagy nem vágta, tehát ezt a kazettát ő leadta, és akkor ez volt ők voltak így egy ilyen lagzis team, és egyszer ő valahogy a színpadra keveredett, és a mikrofon a kezébe került, onnantól fogva nem tudjuk neki kivenni a mikrofont a kezéből, mert ez annyira megtetszett neki, hogy ez jobb, mint a kamera. Könnyebb, jobban figyelnek, tehát ez így jobb. És hiába mondtuk neki, de Győző, te nem tudsz énekelni. És mondja, de majd megtanulok. És akkor ő elment Csepregi Évához, akkor nyitott színi tanodát Éva, és akkor ott hangképzések során, meg ilyen vizsgamunkákat kellett neki véghez vinni, és tényleg, hát ő igyekezett, de már most azt mondja Katinka is, meg Zsuzsi is, hogy nagyon sokat fejlődött, tehát az el kell tenni 20 évnek, hogy ritmusba tudjon jönni, és tényleg, tehát vannak neki olyan zenék, amit úgy szépen el tud énekelni, tényleg. Most nem hazudok. Majd szólj, ha igen. Na de mit szóltál ehhez? Mert úgy vicc, Isten ilyen mesélsz, meg hát egyszerűen jól tudtok anekdotázni. De mit szóltál hozzá, hogy a Zurad egy ilyen szolid karrierváltással a kamerát eldobva mikrofont ragad a kezébe? Hát apósom örült neki nagyon, meg anyósom, hát azok ész nélkül tapsoltak, amikor a színpadon volt a gyerek, hát nem értem, tehát hogyha nekem valamelyik gyerekem nem tudna énekelni, azért megmondom. Ők nem mondták, ők azt mondták, hogy Győzőke jó. És Győző elkezdett hinni benne, hogy ő jó, és egyből, tehát ő bekerült a Csepregi Éva színi tanodába, és akkor onnantól fogva, ő úgy ment oda, hogy Éva, én nekem lemez kell. És akkor mi nézett Éva, hogy úristen Győző, hát most kerültél ide. Még a hangot sincs leképezve. És akkor Vera néni volt a hangképzéstanon, és akkor az folyamatosan tett. De Győző, esküszöm magának, hogy maga, ha itt nem tanul meg énekelni, és nem tanult meg énekelni. Tehát voltak ilyen dolgok, de ez Győzőnek is jó emlék. Tehát Győzőnek is nagyon jó emlék az, amikor oda járt, és akkor még kezdeti szájpróbálgatások voltak neki, meg a zenekar, ugye hogy Kozsóhoz ment, mert akkoriban az volt a nagyon menő, hogy majd az. Szóval az lehúzta, nem lett belőle semmi, és akkor mégis volt egy szövegíró, Orbán Tamás, aki azt mondta, hogy hát ebben a csávóban van valami, van egy kraftja. És tényleg van egy kraftja, tehát az észrevette az, hogy egy olyan showman, ami ugye azért kitörölhetetlen, tehát olyan one-man show-kat tud néha nyomni, hogy mindenki csak ámul és bámul, hogy mikre képes még mindig, de tehát ez így szerintem de hozta az élet. Szerelmetek hajnalán is ilyen volt? Nagyon vicces volt mindig. Mindig nagyon vicces volt. Tehát szerintem az nekünk egy nagyon nagy összetartó erő, hogy a poénjain még a mai napig tart jókat tudok nevetni. Mindig ilyen poénos. Aha. Tehát... Szerintem. Hát az a fontos, hogy te annak lásd. Tehát, de mondjuk szerintem a konfliktusok oldására is kiváló a humor, nem? Mert azért ennyi év alatt, nem olyan 30 éve vagytok együtt, nyilván, hogy voltak koccanások. Nem is egy, nem is kettő, de tehát nem is tagadjuk, te persze. Volt sokszor, amikor már az én tűrőképességem határán is ott volt, hogy oly, inkább hagyjuk ezt az egészet a francba.
Számtalan gondolkodtam, hogy úristen, na most akkor ha ezt az embert leteszem, és ne találjon egy másik ember, annak van egy másik anyja, egy másik apja, jaj, nem, inkább hagyjuk. Tehát az olyan visszatartó erő, nekem ez az anyósapós, ez nem egy jó emlék, tehát nekem ez egy nagy visszatartó erő, tehát nem kell. Új após nem kell. Új anyós, ezt ma ismerem, ezt tudom, hogy mi a fifika, kész, nekem marad ez. Ezeket szeretem. Hogy ezeket fogadtad el olyannak, amilyenek. Igen. De figyelj, és akkor, amikor én, akkem az nincs meg az a pillanat, pedig ott sertepertéltem én is a médiában, hogy vette észre az RTL, hogy a Győzi, meg hogy a család, ugye, mert akkor még a romantik ment, uh-huh. hogy ez az egész csapat, ez alkalmas arra az 5 éves elképesztő sikerszériára, aminek révén végül is te is országosan ismerté váltál. Hát véletlen ez is. Teljesen véletlen. Tehát volt az a műsor, hogy azt hiszem, hogy a rettegés foka, és ebben volt Győzőként, mert ugye éveken keresztül csak a Dáridóba szerepelt a TV2-ben. Tudom, a Lagzilaj csinál, igen. És akkor abban a műsorban ment ki, és akkor ott olyan, tehát amikor ugye nem forgott a kamera, akkor ott olyan tök vicces hangulat kerekedett, és pont azt hiszem, hogy kint volt a Kolosi Péter is. És akkor ott a Győzővel ilyen jó kontaktot teremtett a Győzővel, és akkor ott onnantól fogva elindult benne az, hogy na most akkor nekünk ezzel az emberrel kéne valamit csinálni, és akkor jött a... Volt régen még, amikor a Lázárnak volt reggelente, az RTL-en egy ilyen főzőműsor a Gézával. Igen, Kovács Lázár, igen. Igen, és akkor utána volt nekik egy olyan etapjuk, amikor így házról házra mentek, ismert emberekhez, és akkor egy hétig ott főztek, amit így egy nap alatt fölvettek, és egyszer jöttek hozzánk is, és akkor ott a stáb az teljesen le volt nyűgözve attól, hogy úristen, hát ez egész nap a hasukat fogták, hogy ez milyen jó angulatú forgatás volt, hogy ilyen még nem volt sehol. És akkor ott felvetődött, ott indult el igaziból ez a sztori, és akkor így jött az, hogy most megkaptuk a Ozzy Osbourne-tól egy ilyen DVD-CD-t, amit nem is néztünk meg, hogy nézzük meg, és akkor, hogy nekünk olyan műsort kéne gyártani. És akkor Győző betette, és akkor volt rajta ugye a rocker Ozzy Osbourne, aki egy macskát kergetett, ami valami szekrény tetején volt. És akkor mondtam Győzőnek, hogy kapcsol be, mondom, mert nekünk egy nincs macskánk, nem is lesz, kettő, mert hagyjuk ezt az egész sztorit, mert ez hülyeség. És akkor Győző mondta, hát jó, szerinte is ez hülyeség, és akkor ott annyival annyi. És mentünk külföldre nyaralni, Zsoltékkal akkor még, és a nyaralásra már az RTL klub adott nekünk egy kis kamerát, hogy rögzítsük a szerintünk vicces pillanatokat. Uram, atyám, mondom, szerintünk vicces pillanat. Hát mondom, hát akkor az egész nyaralást tartozik. Föl lehetne venni, tehát hogy nagyon nem rögzítettünk semmit, és akkor így el voltak keseredve, hogy úristen, hát most akkor itt mi fog történni. Lejött az a hölgy, aki ma már egy nagyon nagy producer, Bagi Márta, egy kis kamerával, aki a Győzike Show-nak volt az elindítója, ő volt a először szerkesztő, majd ő volt a főszerkesztője, utána producere, majd utána más műsorok producere. Tehát nagyon sokan indultak el a mi műsorunkból, nagyon sok olyan ember, aki például a Győzike Show-ba tanulta meg azt, hogy kell a kamerát fogni, ma már az RTL Klub főrendezője. Meg ilyen dolgok, tehát azért együtt nőttünk fel, és akkor nagyon sok közös emlékünk van, tehát akárhol találkozunk, azért a jó élmény, a jó emlékek feljönnek, és mindenki kérdezte annak ideje, hogy ez a kamerás rendszer, hogy be voltunk kamerázva, az mennyire volt hatással az életünk. Hát nagy hatással volt, de mivel mi ilyen közvetlenebb emberek vagyunk az átlagnál, tehát most, hogyha bejön valaki, akkor tehát azonnal üljél le, mit iszolt, ugyanígy a stábbal is, és akkor egy közvetlen hangulatot tudtunk velük teremteni. Ezek ilyen jó élményűt adnak ezek a forgatások, viszont ami a tévében lement, tehát hétfőnként az nem mindig tetszett. Tehát itt pláne így az első időkben, amikor még nem tudtuk azt, hogy mi fog történni majd hétfőn, vagy mit vágtak össze, akkor, és nem engedték megnézni, tehát voltak annyira... Akkor a szerződés úgy igen, volt igen, hogy nem lehetett megnézni. De te fölfogtad azt, hogy belegondoltál be, hogy a te életedben
ez mekkora változást fog hozni? De vagy nem. Sodródtatok az egész? Nem, csak sodródtunk. Tehát akkor, amikor volt ez a felkérés, tehát én mondtam, hogy jó van, győző, vállal, de hát most mit veszíthetünk vele, hogyha te szerepelni akarsz, akkor vállal, de aztán majd lesz, ahogy lesz. És akkor mondom, de én nem akarok benne sokat szerepelni. És akkor, amikor mondta a kamerás, hogy hát oké, de mintha, és akkor mindig azt mondta, mintha itt se lennénk, na, a tatóheróton volt, mintha itt se lennénk, a négy ember, aki ott van, igen, a lakásodban, és akkor, mintha itt se lennénk. És akkor ne nézek a kamerába, és amikor már tudtam, hogy valami olyan, tehát olyan idegi állapotomban vagyok, akkor annak a kamerába beszéltem, és akkor az nem volt bevágva. Na, az egy nagyon jó taktika volt, hogy a kamerába elmondtam azokat a dolgokat, ami egyébként nem volt kompatibilis, és akkor mi lehetett az, ami lement, ugye? Hogy mi lehetett az, ami nem ment le, hogyha ami lement, az sem volt annyira az. Viszont egy görbetükröt szerettek volna egyébként szerintem a műsorkészítők is állítani. Így a, ha így visszanézünk az embereknek, tehát mindenhol van az, hogy most összeveszünk, kibékülünk. Ez van, az van, amaz van, tehát mindenhol vannak történések, és amikor már direkt voltak kreálva, akkor már minket nem érdekelt, hisz velünk nem történt ez meg, csak volt egy forgatókönyv, amit így úgymond el kellett játszani, hogy most képzeld el, hogy az van, hogy, mit tudom én. Gyakorlatilag az már ilyen színészi feladat volt, nem? Hát annyira nem volt színészi feladat, csak így instruáltak, hogy most képzeld el azt, hogy most a győző izé, és akkor hogy megveszik ez a házat, de ahogy veszik meg, tehát ez egy ilyen jó sztori volt. És igen, csak valahogy szerintem ott kezdődött az, hogy ugye a néző számára elkezdett összekeveredni a fikció a valósággal. Soha senki nem tudta, hogy mi volt az igaz, és mi nem. És valahogy azóta szerintem ez ugyanúgy... Ezt senki nem bírja utánunk csinálni, hogy nem tudják azt, hogy mi az igazság, és ettől tudott jól működni. Mert nem tudta maga a néző, tehát már utána még a gyártó sem, mi is, hogy győző, ez megtörtént? Nem, be, az nem volt igaz. Tehát nekünk is voltak ilyenek, hogy... De hogy azóta, ha bármit olvasok rólatok, akkor van egy ilyen, most ez megint egy hack, egy tréfa, vagy pedig most igaz. És az, amikor azt mondtam, hogy beütöttem a találatot... Hát nem, ami nem a Győzike Show-ban van, hanem csak úgy van egy hír, már most azóta eltelt majdnem, hogy 20 év, az most már valószínű igaz, ságalappal bír, mert az újságírók a mai napig nem nőtték azt ki, hogy most valamihez hozzátegyenek, tehát vagy valamit úgy ránagyítsanak, ami nem pont úgy van, ahogy megtörtént. De úgy gondolom, hogy nagyon nehéz volt abból a degradált szerepből felállni. Na pontosan ez az, hogy jól, hogy ezt a szót te mondtad ki, mert azért ott lett egy degradált szerep. Igen. És most pedig már, és ezzel vezettem fel a beszélgetést, számomra lenyűgöző és tiszteletre méltó, ahogy egy-két ilyen konyhasó, meg a konyhafőnök VIP megnyerésével, meg egyáltalán mondjuk azt már lehetett tudni rólad, korábban is jelent meg szakácskönyvet, hogy jól tudsz főzni, de hát Beata, a 40 éves korodig igazából a pékségen kívül nem nagyon dolgoztál, nem? Nem dolgoztam, igen. És ahhoz képest pedig itt ül velem szemben egy üzletasszony, aki gasztrosókat csinál, meg most a negyedik könyve jelenik meg, meg követőknek magyarázza el a tutit, hogy mit kell. Szóval hogy ez az egész, tehát te nagyon felnőttél, vagy ki... Hát rákényszerítettek. Tehát ez most én nem magamtól akartam, hogy így legyen. Tehát valahogy szerintem, aki így... Hát van olyan ismerősöm így a médiában, aki annyira azt kérdezi, hogy most hogy van az, hogy téged ennyien követnek, engem meg csak ennyien, és hogy mit kéne ahhoz tennem? Hát az, hogy ne legyél ilyen görcsös. Tehát el kell engedni azokat a dolgokat, és nem kell foglalkozni azzal, hogy most ki mit gondol rólad, mert hogyha azzal foglalkozunk, akkor abba úgy agyilag bele lehet rokkanni. Én soha nem foglalkoztam úgymond annyira azzal, hogy ki mit gondol, meg ki mit kommentel. Tehát én vagyok, azt hiszem, nem tudom, hogy lehetne ezt kifejezni. Talán az, aki nem az, hogy leszarja, de konkrétan igen, hogy most ki mit fűz hozzá. Hát most, hát sajnálom, te ezt gondolod, hát most szabad véleményével. Hát ezt gondolod, legyen így. Hát ez a te igazságod, amit meg én kiraktam, az meg az enyém. Kész. Ennyiben. És akkor, amikor vége lett ugye 10-ben a Győzike Show-nak, ugye utána is jöttek műsorok, Édes Élet és társai, meg Szombatesti Lát, tehát bevállaltatok dolgokat. Soha nem volt benned olyan, hogy most már ki kéne egy kicsit szállni. Nem. Ezt onnantól fogva, hogy elindult a Győzike Show 2005-ben,
Ott ötben még nem fogtam fel munkának, viszont amikor teljesen tudtunk anyósomtól anyagilag függetlenedni, és már nem kellett úgy táncolnunk, ahogy ő fütyül, na onnantól fogva én azt mondtam, hogy nekünk Győzőként a legjobb munkahelyünk van, otthon vagyunk, házhoz jönnek, nem kell megszakadnunk, és konkrétan nagyon jól fizet. Ennyi. Ez egy elég racionális gondolat. Szerintem. Tehát az, hogy kendőzetlenül vagyok őszinte, na ez a siker egyik titka szerintem, hogy én nem vagyok ilyen megjátszós szerintem, hanem amit gondolok, azt abban a pillanatban ki is mondom, és nem kertelek, meg nem ilyen nagyon burkoltam be, csomagolva adagolom a dolgokat, mert még azt meg kell tanulnom, de lehet, hogy jobb is, hogy nem tudom, szerintem. Időpocsékolásnak éreznéd, nem? Hát igen, az, hogy most ne azt mondjam, amit gondolok, hát az hogy, és akkor most mit, meg hogy most ilyen manírosan fogalmazni, hogy hú, most ezzel kit bántok meg, hát most kit, és amikor engem megbántanak, olyankor mi van? Azon kigondolkodik, hogy engem vagy a családomat bántja valaki. Amikor bántják, akkor gondolkodnak azon, hogy most ennek mi a következménye, hogy a gyerekeim ezt hogy viselik, amikor az általános iskolában kitűnő tanuló lányom nem írhatott bele a Kodály könyvbe. Hogy ezt így valaki felméri? Nem. Soha senki nem mérte föl, hogy például az én nagyobb lányom az milyen terheket cipel ebből a Győzike show-ból kifolyólag. De az egy ti döntésetek eredménye, hogy ő benne volt? A mi döntésünk eredménye, csak én azt hittem, hogy vannak olyan emberek, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint én, hogy van egy hétfő este, végre nézhetem azokat a bolond Gáspárikat a tévében, hogy milyen ökörséget csinálnak már megint. Jót kacagok rajtuk, majd hogyha megnéztem, akkor kikap. Nem, ehelyett inkább letagadtak, nem néztem, nem láttam, de nem engedték a lányommal barátkozni a gyerekeiket. Tehát ez azért valamit azért csak elmond, miért nem engedi, hogyha nem látta? Tehát valamiért látta, mert a nézettségi adatok azt bizonyítják, hogy látta, vagy pont oda kapcsolt, így idézőjelesen. Nem tudod, ez volt az a műsor, amit senki sem nézett, de mindenki látta. Hát igen. Ezt ki lehetett volna így városi szinten is egyébként aknázni annó, de valahogy így nem sikerült ebben. Mert nagyon sok olyan ember jött ide, abból kifolyólag, hogy mi itt laktunk. Nagyon sokan nem tudták, hogy hol van Salgótarján, nem tudták pozícionálni magát a várost. És hát most akár rossz, vagy akár jó, egy bolond showman miatt. Tehát, hogyha most eljön innen bárki bár mellett, mondjuk elmennek wellnessbe, ami előfordul emberekkel, és megkérdezik, hogy honnan jött, és mondják, hogy Salgótarján. És a Győzéket ismered? Tehát mindenkinek ez az első, és a Győzéket ismered? Tehát valahogy így ezt megkérdezik az emberektől. Nem azt mondom, hogy büszkének kéne lenni arra, hogy most a Győzi az itt lakik, csak szerintem annyira nem vérciki, hogyha most én ismerem a Gáspár Győzőt, hisz a Gáspár Győző is egy ember, aki abból él, hogy showman. És csinálta a showt, csinálta a hülyeségeit, és ez egy olyan showműsor volt, amit azért gyártottunk annó, hogy az emberek nevessenek, tehát szórakozzanak. Tehát egy ilyen, hogy mondjam, hát ilyen kis bohócok voltunk egy olyan színpadon, ahol Győző volt a cirkuszigazgató. És ennyi. És most ki az igazgató? Hát már most átvettem az igazgató szerepet. Tudtam én. Hát igen, hát ugye volt nekünk, tehát volt velünk előfordult minden is. Többek között az is, hogy 2017-ben ugye megnyertem a konyhafőnököt, és... Akkor jött a NAV. És akkor jött a NAV, akkor az Győzőt nagyon letaglózta, akkor nagyon-nagyon rossz állapotban volt. Tehát volt olyan, esküszöm neked, hogy egy hétig például nem fürdött. Hogy ki nem jött az ágyból, csak annyi, hogy pisilt. Nem evett, nem csinált semmit, mert olyan mélyen érintette, hogy ez a dolog megtörtént, és még ennek a dolognak még most sincs vége, tehát még a bírósági ügyünk az még most is zajlik, ami már annyira nem publikus, mert ugye, hogyha annyira nagyon fogást akartak volna találni, akkor találtak volna, de mivel nem bírtak fogást találni, tehát nem csuktak le, mert nem, és akkor ez egy ilyen, csináljunk valamit, hogy a győzőről legyen valami, hogy elbírjuk, de nem csináltunk semmi olyat. Igen, nem csináltunk semmi olyat, ami ezt alá kéne, hogy támaszom, ami lényegtelen. Minden esetre, de ott megrecsen. De itt megrecsen Győző, és tehát nem kelt ki az ágyból, és hát úgymond ruppótlanul ott voltunk, hogy zárolták a pénzünket, a számláinkat, a kocsit, az aranyakat, tehát semmi, de semmilyen kézzelfogható olyan dolgunk nem volt, amit pénzért tudtunk volna tenni.
Ami miatt ugye az összes barátunk is elfordult tőlünk, hogy hű, most ezek ruppótlanok, földönfutók, nem érdemes velük barátkozni, nem érdemes velük beszélni. Mert a barátaitok? Mert hát, hogyha beszélgetünk velük, akkor mi ránk is ránk jön a NAV, meg ilyen dolgokat mondtak, hogy ők azért nem beszéltek abban az időben velünk, mert ők nem akartak NAV ellenőrzést. Mondom, attól, hogy beszélünk, attól neked mi lenne egy NAV ellenőrzésen? Miért segítene rajtunk, hisz nem fogjuk tudni megadni azt a pénzt, amit mi kérünk. Tehát nagyon sokaktól jött ez, hogy kértünk segítséget, és nem kaptunk, és akkor ugye ott voltunk, hogy a 10 milliós nyereményünk az szinte ügyvédi szintekre ment el, de elindult egy olyan folyamat, hogy azt gondoltam, hogyha most én itt nem állok sarkamra, vagy én nem csinálok magammal valamit, akkor most így az egész család dugában van, tehát 5 éve még Evelyn, akkor még a... Érettségizet, nem? Az IBS-re járt ma. Már az IBS-re járt, igen, és Virág volt akkor 5... tehát most érettségizet, igen, akkor volt 8-os. Igen, akkor volt 8-os. Aminek hát ugye egyik gyerek sem örült, és Evelyn már akkor egyedül lakott Pesten, és akkor őt is ugye megtalálta a NAV, úgyhogy... Rátörtek egy fiatal lányot, tehát se telefonálni nem lehetett, se semmit nem lehetett, tehát egy szörnyű nap a mai napig. És akkor úgy döntöttem, hogy jó, most akkor ez megtörtént, akkor most ezt lapozzunk, és akkor legyen valami. És Győző mondta, hogy mit lehetne csinálni. És akkor hát elkezdtem azt, ugye lett volna egy csomó együttműködésem, például ilyen konyhai eszközgyártó cégeket, de ugye, hogy a NAV fölvonult, ők levonultak, és nem voltak tévés munka is a Győzőnek, mert mindenki került, a fellépése se volt. És akkor kitaláltam azt, hogy akkor jó, akkor legyen olyan, hogy csinálunk borvacsorát. Az ki jön a te borvacsoradra? Mondd már meg nekem, ki jön a te borvacsorát? Mondom, jó, van, hagyjuk. Meghirdetjük, mondom, a neten, elutalják előre a pénzt, és mondom, abból, amit elutalnak, annyi főre megfőzünk, és kész. És akkor nézett, hogy jó van, csinálj, amit akarsz, akkor már elengedte a fonalat, csinálj, amit akarsz. És akkor érthetetlen módon, tehát meghirdettem, és akkor utána, amikor meg lett hirdetve, akkor szépen betelt. Elutalták a pénzt, és akkor egy 50 fős borvacsora, és akkor ez nagyon nagy sikere volt, mondjuk anyagi haszon még nem volt belőle, mert Budapesten tartottam, és ott 250 ezer forint egy napra az a helyszín, amit béreltem, meg az alapanyag, meg a díszítés, meg a zenekar, meg a nem tudom mit, tehát akkor ilyen nagy volumenűt akartam, hogy valaki mi ilyen vonzóvá tenni, hogy akarjanak oda, igen, hogy akarjanak oda jönni. És akkor ez így besikerült, és akkor utána mentem a konyhakiállításra főzni, ott is a csarnokban, és ott is rengetegen csak azért jöttek, hogy lássák azt, hogy én hogy főzök, és tehát akkor ilyen kóstolóval volt egybekötve, és mindenki meg volt lepődve, és ott volt az, amikor a kiadónak a tulajdonosával találkoztunk, mert ő is ott volt, és ő el volt hűlve, hogy úristen, hogy milyen közvetlenek vagyunk, hogy fú, és akkor ő mondta, hogy és Győző egybe oda ment, hogy mi lenne, ha Beának lenne egy szakácskönyve, és akkor jelent meg Bernát Józsinak a szakácskönyve, és Győzőnek az nagyon tetszett, olyan, mint a Józsi, ő azt mondta, hogy neki ugyanolyan könyv kell, mint a Józsi, és akkor én csak így néztem, azt Győző, gyere majd, gyere, hagyjad, nem hagyom, de hogy hagyom, hát miért, neked miért nem lehet olyan könyved, mint a Józsi? Hát jó legyen. És akkor mondta Péter, hogy hát igen, lehetne, és képzeljétek el, én is Széchenyi gyerek vagyok. Na és akkor így elindult egy olyan folyamat, hogy úristen, és most már a negyedik könyvem jött ki a Petiéknél a Bookba, teljesen családias hangulatban, és hát olyan szerzője vagyok a kiadónak, aki hát a legjobban, én teljesítek ott a legjobban, mert az én könyveimet viszik a legjobban, a Nárai után, mert Nárainak ott jött ki a Sütis könyve, és a Nárai után, tehát a második legjobb. Most a Nárai Tominak nem jött ki az idén könyve, de a tavalyi ez nagyon jól teljesített. Az nyűgöz le, hogy te beleálltál, és hitted, hogy meg tudod csinálni, és megcsináltad.
Hát hit nélkül nem működik. Hit nélkül nem működik, és bennem az volt, hogy akárhova mentünk, tehát mindenhol az az elutasítás, mint most az Ázsia Expressben, már annyira nem is tagozott le, hogy no, sorry, no, no, tehát ez a nem, nem, jó, akkor majd én megcsinálom. Tehát, hogyha te nem adsz, akkor majd én csinálok magamnak. És szerintem az a legfontosabb, hogy hogyha már ki van tűzve az a cél, hogy meglegyen maga a cél, amit akarunk, kitűzzük, és úgy tudjuk elérni, hogyha hiszünk benne, hogy ezt úgy is meg fogom tudni csinálni. Valahogy, mindegy, hogy úgy is meg fogom tudni csinálni, mert olyan nincs, hogy nem. Az nem létezik. Hát nálad főleg. Figyelj rá, az utolsó kör kérdés, amit mindenkinek fölteszek. Most pont jókor szerintem, hogy szerinted mi a siker titka vagy ára, vagy számodra mit jelent a siker a te életedben, vagy a ti életetekben, ahogy ez az asszociáció érkezik? Hát az, hogy sikeres vagyok, az számomra csak egy ilyen mellékes dolog. Amellett, hogy én ott, amikor elindultam az önjáró utamon, én akkor azt szerettem volna, hogy a családom ismét anyagilag valahogy jobb pozícióban legyen. Tehát nekem azt jelenti, sokakkal ellentétben, hogy egy, azt csinálok, amit szeretek, kettő, hogy profitálok belőle. Tehát én most nem hazudok, igen, ennyit. Ennyit jelent nekem. Egyébként az, hogy most én görcsösen ragaszkodnék ahhoz, hogy sikeres legyek, vagy ismert legyek. Talán, hogyha lenne egy nagyon jól fizető állásom, ami nem ilyen médiás, meg nem ilyen, nem tudom milyen, hát én azt nagyon szívesen csinálnám. Uh-huh. Tehát ez nem befolyásolná ahhoz, hogy most, tehát abban is lehetnék sikeres, hogy mit tudom én, egy jó menő helyen főzök. Csak azt már így fizikálisan nem bírnám, szerintem így 50 felé, mert az egy nagyon nagy fizikai. Az kemény. Igen, igen. Mit jelent számodra a pénz, a gazdagság? Hát a volt pénz, is, meg el is tűnt? Hát a pénz az csak olyan, hogy azt, amit éppen akarunk, azt meg tudjuk venni. Tehát nem kell halmozni. Seve, mert a NAV elviszi. Nem kell halmozni. Nem, ez nagyon nagy tanulság. Mindig mindent, amit éppen megkívánunk, azt megbírjuk belőle venni. Kérem, mert a NAV elviszi. Nem szabad halmozni. Okay. A gyerekeknek sem kell gyűjtögetni szerintem azért, mert akkor azzal motiválva vannak a gyerekek, hogy tudják, hogy nincsenek már a milliók a háttérben, és azért tenni kell, hogy őnekik is most valami féle szinten menjen jól az életük. Most egyébként én büszke vagyok mind a két gyerekemre, mert Evelyn most például a TV2 Akadémia, ő eldöntött ezt, ő sokáig nem találta önmagát, hogy ő most hol tudna elhelyezkedni, hol tudna dolgozni, mert ugye pénzügyi diplomája van ott az IBS-en, azt szerzett, és hát abban a szférában ugye az adócsalós ügy miatt ő nem fog tudni soha az életbe bekerülni egy bankba, vagy egy nem tudom hova, mert az ilyen ellenérzést tartogat az emberek számára még a mai napig, még akkor is, hogyha... Tehát a Gáspár Győző az egy ilyen stoppos, és ez egy handicap, amivel én már megtanultam, én a gyerekek még nem minden esetben. A Virág pedig a Gundel Károlyba jár, ő most szakács lesz, tehát ma érettségi után ő most oda jár, és akkor ott tanul. Te is a pandémia alatt még tanultál cukrásznak is, nem? De azt itt a Keribe, itt nagyon jó oktató. Nagyon jó, jó oktató, de hogy jó. Még tanulni. Egy cukrászati képzésem voltunk, a Tevelinnel el voltunk. Hogyha azt kérdezem, hogy mennyire vagy boldog, vagy elégedett, most ugye mindenféle nagy coming out volt ott a Palikéknál, hogy a Győzi nincs jól, és ezt így bevállalta. Ebben nem akarok így belemenni, aki akarja, megnézi azt a beszélgetést, de álságos lenne, nem kérdezném meg tőled, hogy hogy vagytok, hogy indultok neki a következő évnek, mit érzel most? Hallod, na hát most itt mesélhetnék. Szépeket, meg jókat. A Győző állapot az mindig változó, tehát az egy örök változó. Most per pillanat stagnál, tehát szedi a gyógyszereket, és most így rendben van, mert egy hosszabb kezelése volt most neki október, novemberben. Aztán, hogy ez meddig tart, azt nem tudhatom, de nagyon-nagyon rossz így élni, hogy a Győző hangulatától függ minden, tehát ez nem jó, és amikor a gyógyszerek hatása miatt mindent elfelejt, tehát van olyan, hogy nem emlékszik abszolút olyan dolgokra, ami tényleg megtörtént, és olyanokat hoz föl, amire meg már én nem emlékszem, tehát úristen, most ez hogy jött ide?
Viszont azt hiszem, hogy például most karácsonykor volt egy kisebb lakástűzünk, úgy hagytuk a koszorút, és lementünk anyukámhoz, és mondtam nekik, hogy fújják el, de nem fújták el, és tiszta adott korom nálunk minden, úgyhogy most egy takarításból jöttem ide hozzád a riportra, Nóra. Mert otthon festés vár majd ránk, de előtte koromtalanítani kell. Tehát így nálunk így telnek, tehát ilyen győzikesós az életünk még mindig, hogy valóban kigyulladt az a dolog. Aztán vannak olyan dolgok, hogy a gyerekek életét szeretnénk már rendezni, hogy a világ, virág érjen már évbe párkapcsolatilag, hogy az Evelyn, és mindenki mondja, hogy jaj, majd ha lesz unokád, képzeld, nem vágyom rá, akár, hogy is akár, ki megkövez érte, annyira nem. Tehát ami nincs, az nem hiányzik, és ha lesz, akkor biztos nagyon fogom szeretni, és nem vagyok ellenére, hisz már benne vannak a korban Evelyn 28, a virág 20, hát még a virágnál ne, de már Evelynnél szerintem érne az, hogy legyen egy gyereke. Aztán, hogy most még így nincs, engem nem zavar. Tehát most nem tudom. Az ember fellélegezhet egyet, amikor a kettő kirepül. Egy kicsit, nem? Aztán majd... Hát igen, és mindenki mondja, hogy nem rossz így. Képzeljétek el, nem. Nem. És nem viselt meg, hogy engem beszéljünk, nem. Beszéljünk együtt erről. Mert Ágon azt kell mondani, hogy jaj, megszakad a szívem. Dehogy? Üres fészek szindróma. Dehogy? Végre, nem kell reggel ezt a 10 órait, a 42.600. Boldogan kentem a 10 órait. Dehogy boldogan? Csak elég volt. Most kenjen valaki nekem. Na figyelj, drága, de tulajdonképpen akkor eljutottunk az utolsóhoz, hogy célok, hogy mihez szurkoljak nektek, neked. Hát, mihez szurkolj? Hát talán ahhoz szurkolj, hogy, hogy egészségesek maradjunk még sokáig, mentálisan is, meg fizikálisan is. Más nem kell, szerintem. Ennyi. Jó kincs, akkor ezt kívánom neked, és köszönöm, hogy eljöttél. Boldog 2023-at. Nektek és is. Elégedettet. És a nézőknek is ezt kívánom. Remélem, hogy lesz még majd mindenkinek jó sztoria jövőre is. És most átadom Beának az emlékkönyvet, hogy írjon üzenetet, amit majd egy kiállítás keretében mindenki megnézhet. Amelyik tetszik, jó. Nincs irányítás. Köszönöm szépen az egész éves figyelmet. Viszontlátásra.